your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Hello, srácok! 12 perccel múlt el, 6 óra, jó reggelt mindenkinek, íme itt vagyunk. Sziasztok, jó reggel! Gondolkodtam, hogy ne szólaljunk meg egy fél percig a pánikot tovább keltve. A fél órás hírmag, vagy a negyed órás hírmagazinban fél hétkor hangzik el egy közlemény. Tehát aki az elmúlt napok történt, vagy elmúlt egy nap történéseit így nagyon-nagyon szeretné tudni, mert láttuk már az SMS falat, megbolondult minden, és mindenki picit nyilván jó, hogy ez így történik, vagy hogy így kell történnie. Mármint mi jó? Már nem az, hogy ugye elutasították a hosszabbítás ígéremet, hanem hogy a hallgatók így rögtön reagálnak. Ja, persze, hát örülünk neki. Köszönjük szépen, hogy velünk hallgassátok meg a hivatalos közleményt, és annál többet mi sem sajnos nem tudunk mondani. Még igazából persze tudnánk, például küldhetném mondjuk a X-Pite zenekartól a Beat Bastards notát egy négybetű szervezetnek, de hát sajnos ezt nem tehetjük még jelen pillanatban. Az utolsó héten, hogyha lesz majd ilyen valamikor, ne legyen soha, akkor majd azt megteszem. Na jó. Meg két vastag kövér. De lesz egyébként rokkos zenénk, de nem ez az előbb említett felvétel. Lesz, amikor Balázs nincsen, akkor ugye mindig beszoktunk tenni egy kis rokkos tételt is, hogy hadd múlassuk az időt olyan zenékkel, amiket valójában szeretünk zenélni, illetve hallgatni. Meg szeretnénk itt hallgatni a rádióban, de mindegy, meglátjuk. Na. Szóval a lényeg, hogy mindent megteszünk, hogy működjünk tovább, kész. Persze. És akkor jön a hivatalos információ. Mi a hír, mi a helyzet, mi az újság? Ja, semmi különös nincsen. Annyi van csak, hogy azt szeretném, hogy annak az embernek a belejében, aki megitta a ristejemet, az a ristej váljon gőzögön, nagy nyomású barna mártás, és úgyis jöjjön ki belőle abban a pillanatban, amikor igazából nem szeretné. Mennyit hagytál bent? 20. Hát volt még benne az 1-2-3 decitert. Azt én még ma reggel elfogyasztottam volna nagyon szívesen, de hát ez sajnos nem tettem meg, úgyhogy kívánom azt, amit az előbb mondtam annak, aki ezt megtette helyette. Persze, jó van, hagyjuk felé ezt a kincstári optimizmust, nem az valaki lenyúlta. Litert. Aha, nyilván hozd. Csak tegnap ugye valami megszomjazott, azt mondta, ú, de jó kis ristej, mondjuk én embert nem ismerek, de rajtad kívül, aki ezt mondta. Igen, csak most szabadságom van, és ezért nem is tudom, hogy milyen irányba menjek el. Azért, mert a tej, azt szerintem a tehénből jön meg, a kecskéből, illetve jön a lóból is, de azt ugye értelmes népek alkoholos italnak használják föl, kumisznak, azt ugye nem isszák amúgy, tehát a rizsből nincs tej. Ezt fogadjátok el, szerintem téged meg akartak menteni. Ja, igen. Azért, nehogy valami bajod legyen. Igen, én is sejtem, hogy erről van szó. Viszont van egy dolog, ami mellett nem tudok nagyon elmenni. Elsősorban Zsűl kollega miatt mondom, mert hogy lett volna egy közös programunk, hogy lenne a közeljövőben egy közös programunk, még pedig a pápai Zsüllel. Katonai repülőtéren. Igen, mert hogy megjelentek azok az A10-esek, azok a vortogok, vagyis a varacskos disznók, amikre mi nagyon kíváncsiak voltunk élőben, és kaptunk is egy ígéretet egy pár hónappal ezelőtt, azt hiszem, hogy tavaly májusban, mert hogy vagyunk karácsony környékén, karácsony ajándéként kaptam ezt a Feritől. Karácsonyra? Ja igen, a pápai repülőtérnek a valakiétől, egy nagy emberétől, hogy abban az esetben, hogyha majd ezek a gépek érkeznek, akkor kapunk erről egy értesítést, amit nem kaptunk, és hogy majd akkor elmehetünk és megnézzük, hogy eddig még ezt nem tehetünk. Tehát meg. Akkor nézek utána, hogy nem mi a helyzet. Kell, nem, majd ezt szerintem elég sokan hallgatnak még minket, és szerintem el fog jutni az illetőhöz, így aha, az éteren keresztül, hogy igen, hogy várjuk a jelzést, hogy itt vannak, mert már az újságból tudjuk, hogy aha, itt vannak. Jó, lehet, hogy azért az korrekt, ha én fölhívom, mint hogy így üzengetünk, hogy valami hallgató, aki a pápán lakik, és pápa, az böködje már meg azt, aki egyébként még a karácsonykor tett egy ilyen ígéretet, de azt gondolom egyszerűbb ez, hogyha elmennék. Miért vagytok ti erre rágyógyulva, hogy ez egy műremek? Hát ez szenzációs technika. Tehát ez jó a technológia. Igen, aha, igen, tehát úgy kell képzelni ezeket a repülőgépeket, mint hogyha azt szoktam mondani, hogy ezek ilyen repülő harckocsik, tehát hogy gyakorlatilag egy motorral is bárhol elszáll, van egy irgalmatlan sokcsöves gépágyú az orrában, hogy annyi robbanó eszközt vihet magában, hogy egy város le lehet rombolni, ahol persze, mit tudom én, az iszlám államnak a katonái húzták meg magukat, aha, csak tényleg rosszak kellene használni, igen, persze rendes emberekre. Soha nem lőnek ezekkel a gép. Egy fantasztikus technikáról van szó, irgalmatlan ronda, tehát hogy nem egy szép repülőgépről van szó, viszont hihetetlen technika, tehát hogy így egyszerűen
elképesztő gépezet, olyan páncélzattal, mint amilyennel mondjuk egy szárazföldi vízi meg légi harckocsi nincs, de vízi tulajdonképpen van, de szóval olyan, mintha egy repülőharckocsi lenne, úgyhogy így van. Zsül arcán nem látom a lelkesedést, bár mosolyog, ezt nem láttam 8 éve rajta reggel 6-kor. Zsül arcán nem láthatsz semmiféle érzelmet, mert gyakorlatilag egy pókerarc, Charles Bronson, magyar változata. Nem lehet, tehát Zsülből, ha valaki valamit szeretne kiszedni, én nem is tudom, milyen eszközöket tudna alkalmazni. Tehát egy otthoni beszélgetés Zsüllel, az a fogalmam nincs, hogy hát le kell tolni a bugyját és fölülni a nyakáig. És csak, jaj. Na végre. Na látod, mondtam. Már is van egy kis foganatja ennek a dolognak. És sokan írjátok, hogy tegnap volt egy műsor új kínosról. Ja. Ezt már ketten is. Az nekem sok. Hol? Duna TV-n? Ott adták le, de ez most már nem először. Igen, tudok róla már csak az is, mert én vagyok a magyar hangja. Úgyhogy ezért a kis faluba, én kis büszkeségem, de jó kis film sikerült róla. Van ott mit bemutatni. Azt, hogy egy sziasztok, tegnap nem tudtam a rádiót hallgatni, Balázs hol a felében van. Szabadságom van, mert múlt héten egy hétet dolgoztunk, és akkor el kellett kimenni három nap. Jó, aztán is egyébként augusztusban még fogunk menni egy hétre. Tehát, hogy csak mondjuk, hát addig veszük ki, meg azt veszük ki, amit csak lehet. Úgyhogy én már összecsomagoltam egy pár dolgot az irodában. Mi az, amit innen el akarsz mérni? De innen tényleg tök őszintén. Ahogy hívják, mi a kommunizmus utolsó leheletét egy konzervdobozban. Ti hiányoznátok, hallgatok meg persze a rádiós meló is. Ugye ez a november 19-ig van a nyakunkon. Így van. De hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, ne engedjük. Ez a szerelem gyerek, így van, egy csodálatos, fantasztikus, de ne felejtsük el, hogy egyben egzisztencia és megélhetés. Tehát, hogy köszönjük szépen. Ki a szerelem gyerek, a rádió? Itt persze, igen. Szeretjük is csinálni meg, nagyon jó, minden, de értitek, ugye? Na jó. Tegnap volt vendégünk, kis Rami. Igen. És ma is lesz, de nem ő. Igen. Nem ilyen kaliberű, másban gondolkodtunk, már most szólunk nektek, de ismert a fiatal ember, úgyhogy 7 óra után egy meglepi vendéggel fogunk majd kiegészülni, egészen 10 óráig, és ez holnap is így lesz. Itt az érdeklődő SMS-re pedig megválaszolnánk, hogy csütörtökön jön vissza. Így van, hogy csütörtökön jön majd vissza, és hogy szeressétek a kedves vendéget, ahogy tegnap is szeretitek a Ramit, nagyon sok lájkot kapott egyébként ez a néhány kis poszt, ami felkerült a Facebookra, hát ilyenkor szokásosan persze a trollok is megjelentek, nekik is nagyon köszönjük, hogy hallgatnak minket, de hogyha esetleg valamiféle problémájuk van, akkor nyugodtan visszatekernek csütörtökön is. Mi is a Morning Show vagyunk, nem csak az, aki távol van, úgyhogy ránk is lehet a vizit tekintettel. Húzod magad, nem fogja. De hogy is szarok rá. Na jó, van, akkor egy zenével fogjuk elütni azt a kis érzést, amiről most beszéltünk. Kiváló, hát egy fantasztikus Dán bandáról van egyébként szó, és egy vadonatújnak mondható nótáról, mert hogy 2016 júniusában jelent meg a Volbeat nevű csapatnak a 6. albuma. Hát erről a bandáról azt kell tudni, hogy nagyon kellemes ötvözetét nyújtja Elvis Presleynek, Johnny Cashnek és a Metallicának is. Én imádom őket, és hogy az európai, sőt most már a tengeren túli metal fesztiváloknak is az egyik nagyon nagy kedvence. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva lesz fél hét. Határozottan ügyeskező, tehetséges fiúk, szerintem érdemes lenne zenével foglalkozniuk. Uh-huh. Ugye? Akik érdemes? Most, jó, folytassák akkor? Jó, hogy 6 album után szerintem is azért. Jó az irány, tartsátok, srácok. Ez lesz, szerintem van benne jövőtök, érdemes ezzel foglalkozni. Talán így a közönség is majd benéz a koncertekre, és akkor el tudtok adni egy-két lemezt. Ez innen Magyarországról a jó tanács. Körülbelül ennyi a dolog. Minden reggel akar lenne mondjuk a szigeten, és akkor én is kimennék. Hát igen. Lesz egyébként, vagy hát ilyen nem most lesz. Most egyet találtam, aki érdekel. Tényleg? Igen. Pedig lesz vagy 150 zenekar, vagy nem tudom mennyi. Rockban nem erős a Sziget szerintem. Azt ugye máshova pozícionálták, tehát inkább a Volt Fesztivál. Az, ami rockosabb, ez talán a külföldi vendégek igénye, az nem tudom, lehet, hogy így van, de jövő héten kezdődik. Lesz például jó Rihanna, érten, akkor már meg vagyunk ebben a dologban. A soproni határon nagyon sokan írtok, hogy az osztrák kollégák bekeményítettek. Tényleg most a szokottnál is több SMS jön, hogy nagyon sok órás és sok kilométeres a várakozási idő. A 65-ös főútról a Tamási belterületén a Molkút előtt Idegszemcse felé haladókat mérik. Cegléden a Törteli úton is trafipax, úgyhogy elég sok helyen működik a pénzbeszedő egység. Ezzel kapcsolatosan írhattok nyugodtan közlekedési információkat, meg egyébként bármit, ami történt veletek. Izgalmas, érdekes dolog. Mit találtál? Ja, semmit, most rakok Fekete Listára egy hallgatót, aki úgy tűnik ezen MHH-n szurkol, de mindjárt megoldjuk a dolgot, hogy ne találkozunk már vele novemberig, mármint az SMS-éjük. Ki tudsz ebből jönni ma reggel még, hogy... Jó van, hagyja, nem ér annyit. Nem ér annyit, nézzük a dolgok jó oldalát. Most például meghallgatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Kis Rami volt a vendégünk.
Ezt ugye ma már mondtuk, de most meghallgatjuk, hogy milyen volt, amikor itt volt velünk adásban, és közben lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nemre, tényleg nem akarunk büszkékedni, de pont egy ponttal vezetünk, ez ugye az annak is köszönhető, hogy hétfő volt, tehát nem volt több lehetőségünk nyerni, de hogyha ma valaki úgy gondolja, akkor még beszállhat ebbe a dologba, tehát lehet jelentkezni SMS-ben a fekete-fehér igen nemre. Mi nagyon büszkék leszünk saját magunkra csütörtökön reggel, hogy 3-0-val fogadhatjuk a Balit. Ha ez nem így lesz véletlenül, akkor majd ő kijavítja, és a saját, hát hogy is mondjam, győzelmének tudja be az egész hetet azzal a két nappal, jó? Úgyhogy gyorsan meghallgatjuk, hogy mi mindenről beszélgettünk tegnap kis Ramonával, a Barátok közt egyik színésznőjével, ja, aki egyébként hát egy nagyon kedves, nagyon szimpatikus fiatal hölgyecske, aztán jön Ákos a hírekkel, és ha valaki esetleg nem olvasta volna a neten, bár szerintem ezer helyen megjelent tegnap a mi hivatalos közleményünk, a felmerült állapottal vonatkozólag, akkor az Ákostól is meghallgathatja. Valószínű, hogy egyébként Ákos majd a későbbiek is valamilyen formában erről beszélni fog, tehát lehet, hogy még később is beolvas ezt a közleményt. Nyilván ebben az időpontban nem mindenki hallgat minket, azok közül, akiket ez érinthet, meg érdekelhet, tehát szerintünk elég sokan vannak olyan, akik ezt érint, meg érdekelhet, úgyhogy lehet, hogy meg később is szóba kerül a dolog. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perccel múlt el 3:47. Jó reggelt, sziasztok! Sárvár felől érkezők sebességét mérik a rendőrök. Azt mondja, Tokorcson? Lehet, hogy vagy tökörcsön. Vagy az, esetleg igen. Soproni határnál hatalmas a dugó, több órát kell most már várakozni, és több kilométeres a sor, úgyhogy aki tudja, az válassza a másik határátkelő helyet. Azt mondja, hogy a Tokorcs község Vas megyében a Celdömölki járásnak ennyi, jövett szépen. Ennyi, a Gorli a barátunk, akkor persze, Tokorcs a legnagyobb, így van. Köszönjük szépen, jó idő lesz, mert ilyen 26 fok körüli hőmérsékletet mondanak, északon meg keleten talán még kis zápor, meg eső előfordulhat, de azért ez egy viszonylag viselhető hőmérséklet, szerintem ez a 26. Teljesen rendben van, én is lehet, hogy kifekszem majd. Há, ne, de már úgyis olyan túl barna vagy. 10 a kertészkedő fiú. Igen, hogy lesüljek a póló alatt is. A család megy le egyébként Balatonra, tehát hogy ők nem vacakolnak, nem bóckodnak itt velem. Kettesben elengeded őket? Így van. Jár, hát. Micsoda felelőtlenség. Nem, ez részemről a megbízkáltatás és öröm. Egy kis könnyebbség. Persze, nem, jól fogják érezni magukat, rokonhoz mennek le. Reméljük, hogy jó idő lesz, meg reméljük, hogy nem lesz akkora dugó, mint a múltkor, amikor visszafordítottam őket. Tehát az annál hegyi pihenő után, mert hát ez egy horror volt. Reméljük, hogy így hétköznap megúszhatja az ember. Ne nézd a telefonod, ne vazézzál. Hát de nem az a baj, tehát, hogy nem, tehát érted, nem azért nézem, mert nálam ez egy ilyen beteges perverzió, ha vagy ilyesmi, vagy ilyen abfüggő vagyok. Nem, mert szeretem az embereket, akiket úgy hívok, hogy a családom. A családom, azt a kettőt, aki közel áll hozzám, aztán senki. Jó, nem vettétek észre, de az előbb én már itt pezsgőt bontottam, fellőttem a tűzi játékot, hogy mennyire menők vagyunk, hogy 1-0-ra vezetünk. Azt nem. A francokat. Én a múlt hétre emlékeztem, tehát 1-0 a hallgatóknak. Na, most meglátjuk, hogy ez 2-vé változik, avagy 1-1-jé. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Roberto! Jó reggelt, sziasztok! Roberto, szia! Honnan beszélsz? Pestről beszélek, Budai rakparton haladok kifelé. Nagyon jó, Melóba mész? Nem, már melózom. Gépkocsi vezető vagyok. Aha. Az igen. Jó. 6-kor kezdtél? Tessék? 6-kor kezdtél? Papíron 5-kor. Papíron 5-kor, igen, jó. Papíron 5, de kicsit késtél. Vagy korábban jöttél? Korábban kezdted? Nem, hát a 6 óra körül, akkor. Igen, hát ez így jelenti, ez a papíron akkor ez ismerős számom, és apám is mondja, amikor befejeztem a fogat, akkor szüktöltöttek ki általában menetlevelet, tehát hogy... Hogy meg volt az egész napos meló, lefelé vagy fölfelé a rakparton? Mert azt mondtad, hogy kifelé, de hát az még bármi lehet. Fölfelé. Fölfelé, dugó, helyzetjelentés, baleset. Há, minden rendben van. Na, jó. Jó, haladunk, 50-nel lehet haladni, folyamatosan megy a sor. És mit szállítasz? Berki Krisztián elhúzott már melletted 250-nel? Kicsoda? Berki Krisztián nem húzott még el melletted 250-nel? Motorcsónakkal, de itt a Dunán. Jó, ide jó vagy. Ugye azért kérdezi a Jani, mert fölkerült egy videó az Instára Berki úrtól, hát nem tudom, mit fognak hozzászólni. Biztos vagyok benne, hogy van olyan jó akarója, aki ezt jelenti egyébként az illetékes szerveknek, de én nem akarok róla beszélni. Nem illegy
legyünk azok. Persze, de hát mondjuk ez egy nyilvános fórum, tehát hogy bárki hozzáfér, és bárki megnézhet. 255-tel ment. Hát ugye 255-tel valamikor az éjszaka, és ráadásul minket hallgatott. Köszönjük szépen a bizalmat, Berki Krisztián. Hát mondjuk ez kedves. És közben videózott, és ezt felrakta, ugye? Igen. Okos. Okos fiú. Én mindig... akármennyi, és hát olyan vastag idézőjeleket rakunk elé meg mögé. Igen, én mindig tudtam, hogy számíthatunk rá. Annyi ezt van, amennyi látszik. Igen, azért ciki a dolog egyrészt, mert baromság ilyet csinálni, mert mindig azt szokták mondani, hogy a jó autó vagy gyorsan menni, az bármilyen hülye meg tudja csinálni, csak a megállással szokott gond lenni. Tehát, hogy itt ez az egyik dolog, a másik meg ezt még föl is tenni, na mindegy. Jó, kit választasz a játékban, Roberto? Feri, akkor kezdjük is. Na, azt mondja, hogy 3, 2, 1, fire! Volt egy kérdésem az előbb, hogy mit szállítasz? Hidegkonyhai termékeket szállítok. Ó, kész hideg tálak? Így van. És hova viszed őket? Változó éttermekbe, benzinkutakra. Van olyan étterem, aki képtelen megcsinálni a hideg tálat, és akkor oda te viszed? Így van, így van. Mi a kedved? Ja, mi szereti ezeket, ugye? A hideg tálakat? Aha, kaszíró tojás, torván, sonkatekercs. Sonkatekercset? Tudod, hogy olyan ivega? Tudom. Akkor? Sajtölcsér, körözötte. Az oké. Okay. Az oké, okay. Kaszíró tojás. Szerintem azt is szereti. Az Andy van a kedvence. Beszélgessünk az autókról egy kicsit, Feri, mit szólt hozzá. Vele játszol a Janival? Veled, Feri. Milyen autód van? Vagy milyen Opel. Autód? Opel. Sose Opel. Neked? Így van. Neked? Nekem Alfám. Milyen színű? Nagyon szép színű. Nagyon gyönyörű, szép színű. Gyönyörű színe van, kérlek szépen. Csillog a napfényben. Jó Sosek vagy, Opel. Roberto. Mixler. Opel, sose Opel. Roberto, jó volt. Nem álltunk meg, nem vacakoltunk, mentünk át. Le is járt az egyben? Le, meg vagy, Roberto. Meghúztad. Na, örülsz neki. Igen, te örülsz, mi nem annyira, de ez nem akkor baj. Akkor 2-0. Így van, 2-0 lesz, nem baj, majd a főnök visszarángatja a sír széléről. Hogyha... Amúgy fekete színű az autód, ugye? Igen. Gyönyörű gyöngyház. Mosás után. Hát, hogyha nagyon ritkán. Én azt, annak vagyok a híve, hogy egyszer, amikor szalomból elhozott, bár én ezt nem ott vettem, akkor mosasd le, hogy ott a por lejöjjön, meg amikor eladod. Tehát a többi az védelem. Tudod? Igen? Így van. Így ja, van. Hogy ne ázzon be, persze. Nem, hogy ne ázzon be, nem karcolódik úgy, tehát jó, hogyha poros az autó. Roberto, zseni voltál, gratulálunk, egy nagy tapsot adunk még neked ide a végére. Jól játszottál, nem volt csapda, mentünk előre, átbeszéltünk mindent, ami a hidegkonyháról és az autózásról tudható, úgyhogy szuper, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy na mindegy. Igen. Hogy minket választottál meg ilyen. Nem, hogy 2-0 lett. Ja, igen. Szevasz. Szia, Roberto. Szép napot neked, szia. Nektek is, sziasztok. Opel, sose Opel. Nem hallod, ezt, nem emlékszem. De emlékszem rá, és én azt nem értem, amikor például ilyen, vannak ilyen világmárkák, és itt autó, sör, bármi, és behozzák Magyarország ugye a reklámot, és a reklámnak a 99% ugye magyar nyelv, és a végén ott van ez a szöveg, mint a Vélosztiátyó példa, igen, gut besser gösszer, hogy ilyen magyarítások kérjenek, mint az Opel, sose Opel, hát, megért. Figyelsz, nem, ezzel lehet azonosulni. Meg ez megjegyezhető, hát most itt különböző idegen nyelveken, angolul, németül megjegyez a szlogent, az hülyeség. Ehhez képest érted egy ilyen Opel, sose Opel. Gut besser, minden más losse. Na, ennyi. Már abban is van idegen, az már nem olyan erős. 4 perc múlva lesz 7 óra, Ákos jön a hírekkel, utána pedig jövünk a vendégekkel, vagy egy vendéggel, de igen, vele de terjedelmes. Vissza. Úgy van. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A open your eyes. Time to wake up now. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perce, jó reggelt, sziasztok, Jánossal itt vagyunk, tartjuk a frontot.
egy jó kis Polgár Peti után. Tegnap is volt egyébként ugyanebben az időpontban Polgár Peti, ez azért van, mert gondoltuk, hogy mi is csatlakozunk a fősodorhoz, most már a mi haverjaink is keresenek egy kis pénzt. Így is van, meg hát most már az üzenet értéke ugye más a dalnak, mint még tegnap reggel. Tehát picit változott a rálátás a dologra, és akkor most már így. Ez túl se, ez vérciki, miért nyomjátok minden reggel? Nem, tegnap nem ez volt, hanem a hunanyár volt, és azért nyomjuk minden reggel a Polgár Petit, mert nagyon szeretjük, és nagyon sokan szeretik még rajtad kívül is. Na látod, tessék, és majd a többiek, akik most nem szerették, majd megszeretik. Így van. Azt mondja, Könyves Kálmán Üllői kereszteződésében lámpák sárgán villognak, Sopron beállt a határ, ezt most már nem is mondjuk tán többet, bár aki nyilván arra indulna és még nem hallotta, akkor az friss hír, hogy most már másfél-két órás a várakozás, és óriásira hosszú a sor, ez meg nem jó hír. Így van, mert megvárják, amíg Berkő Krisztián megelőzi. Most egy picit mindig bögyedben van. Valaki írta, hogy német autópályán csinálta. Nem, megnéztük. Nem, megnéztük, vagy ki van írva már, nem tudom, valahol Wolfsburgnál, hogy Budapest. Egyrészt úgy írta ki egyébként Berki úr, hogy M7 autópálya, tehát, hogy ezt ő kiírta. Másrészt pedig a videó, hogyha ha ügyesen állítjátok meg, akkor az egyik táblánál lehet azt olvasni, hogy Budapest, és hát gondolom Köln magasságában nem nagyon szokták írni, hogy hány kilométerre van tőlük. Ez egy gyönyörű szép vagy város. Vagy ha ki is írják, az akkor se 170 hát kilométer, nem. Ugye? Nem. Na, ígértünk nektek egy nagyon kedves régi barátunkat, úgyhogy sajnos, hogy nem jött el, de itt van Dombovár István, azaz Dombi! Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel! Annyira jó, mint ilyenkor visszatérni tényleg. És ilyenkor az ismerőseim is felhívnak. Mert de mi egyébként hogy? Nem jellemzően. Hát azért rátok van kötve a félvilág. Igen? Tehát, kérjél bögrét, mi egyelőre fogadjunk. Nem. Azt csak megnyerni. Hogyha valaki bögrét akar, akkor mondom, mindenképpen játszon. Aha, de most azért ki fogunk szórni minden. Tényleg? Hát persze. November után nincs élet. Nem. Már visszafestjük Danubiusra, lekaparjuk. Tényleg, jogos. És akkor mondjuk olyan néven. Mondjuk melós lesz, tudod, milyen ez a rohadt tűzománc. Igen, de hát megvan a megfelelő hőfok, amire hevíteni kell, és lejön róla bármi szerintem. Melyik Berkiről volt szó amúgy? Hát szerinted melyikről? Nem a tornász olimpiai bajnokról, tudod, hogy azért tudod. Az a durva, igen, az olimpiai bajnokunk viszont már, én is ismerem, hogy találkoztam vele, de ő már olyan szinten szerény, hogy valahol a kettejük között kéne a balanszot beállítani, igen. Tehát ő nem is tudom, hogy merte átvenni az érmét. Nagyon jó arc. Persze, hát a Krisztiánra tegyük, minden túlzás nélkül lehet állítani, hogy neki lenne mire nagyképűnek lenni, de nem az. Ő a tornász. Igen. Ő a tornász. Tudod, miért ciki, hogy tényleg neki kell néha magyarázkodni, szerintem. Nem, hogy magyarázkodni, hát a Facebook oldalán látod, hogy ki van írva a neve mellé, zárójelbe kisbetű egy tornász. Gondolom, ránéztetek az oldalára. Azért csak az durva, nem? Igen. Gondolj bele, hogy ha megjelenne holnap az édes életbe egy Dombovár István, az én is fognám mindenemet. Na, mielőtt tovább megyünk, egy fontos info, mert itt a hallgatók ezrei jelentették, hogy de mi micsoda hülyék vagyunk, hogy nem figyelünk már, ami a miénk, azt se adjuk oda magunknak. Rengetegen írtátok, de aztán a végén megírt azért nem há, és náluk jobban nem figyel ránk oda senki, úgyhogy most már elhiszük, hogy tényleg ki lett mondva. Azért hallgassuk meg a fekete-fehér igen nemet, ugye odaadtuk Robertónak a pontot, mert úgy éreztük, hogy nem volt itt kérem szépen semmi, én küzdöttem, mint disznó a jégen, hogy megmaradjak, hát ha valamit ki tudok belőle csikarni, de meghallgatjuk akkor, hogy volt pontosan. Halló, kép, kacsigó tojás? Szerintem azt is szereti. Az Andy Vajna kedvence. Aha, ott az igen. Az Andy Vajna neve eltakarta. Most jól vagy, hogy én zavartam be. Egyébként igen. Ja nem, de akkor már kint volt az igen. Nem, úgyhogy ennyire, tehát Andy Vajna neve jelenti már az igent, itt tartunk. De alatta volt. Hát Andy Vajna elfeküdt, és akkor az betakarta igen. Az igen. Az bárki lehetett. Jó, az a lényeg, hogy egy-egy az állás a fekete-fehér igen nemben. Na hát vissza akkor hozzá. Mi van, nem fogytál? Nem, viszont nem is hisztam. Ez a félig üres típus vagy. Viszont nem is szoktam vissza semmire. Jaj, de szemét! Teljesen véletlenül elpottyantottam. Vagy képek a hülye, hogy mit kapirgálom itt a testsúlyodat, mikor nekem van saram, most ilyen vissza. Tudod, az van, hogyha a felszínt kapirgálják, akkor mindig előjön alól a valami. És ez én esetemben, ezt nem biztos, hogy akarjuk. Figyelj, ez egy nagyon nagy dolog. Jó, tudom, senkinek nem kell, itt csodálatos férfi állatok vagytok, nektek nem kell ezzel törődni, de higgyétek el, hogy nagyon komoly munka van abban is, hogy az embernek nem jön vissza kiló. De tényleg. Biztos, hogy rengeteget számít. Az, hogy ráadásul, hogyha valakinek ilyen szerencsétlen az anyagcserje, mint nekem, hogy a vacsorát kifelejteni.
Ráfogom én bármi. Hát eddig anyámra fogtam génekre, most jön az anyagcsere. Ezt én így 10 évente mindig valami másra fogom, de tényleg 7 évente történik ez meg nálam. Tehát mint a bibliai 7 szűk és bővesztendő. Tehát azóta vagyok vallásos, tehát látom benne most már az összefüggést. Nagyon sok meló van vele. Tehát a cukor és a liszt azóta is teljes mértékben elfelejtődött. Biztos könnyebb, mint a nikotin. De... Akinek egyébként egyszerűen, de tényleg fura ezt mondani, nem egészséges az, hogyha mondjuk soha nem kaptad meg, amikor lefogytál, hogy jaj, Pistán, beteg vagy, Istenem, hát nem szerencsére, nem, mert én amikor lefogytam, a rekord lefogyásom is, tehát az is ilyen mázsa közeli állapot, tehát azért lássuk be, ez még nem az intenzív osztály kapuja. Tehát itt azért még... Hogy nem mondja, voltál nagyon összeesve. Hogy mondja az Amcsi, hogy van itt még, ahonnan ez jött. Úgyhogy nem voltam ilyen közvetlen életveszélyben, most sem vagyok. Annyira durva, tényleg annyi igazságtalan az élet, hogy most az utolsó etapban tavaly, így a Got Talent óta én 35 kilót hajintottam le, hogyha egy ilyen hányós anorex angol topmodell dob le ennyit, akkor megszűnik a föld színéről létezni. Rajta meg észre se veszed. Annyira igazságtalan. Jó, de ez egy szerencsés munka volt ebből a szempontból, mert ott az ízadtál rendesen, hogy pozitív dolgot tudjál mondani. Annyit nem tudtam. Annyira nem izzadtam. Kassa Tibi volt az én izzadó példaképem, és úgy voltam, hogy... szépen izzad a Tibi? Aha. Legalábbis izzad. Tibi nemrég posztolt egyébként egyet, egészen meglepő módon. Tehát, hogy nekem legalábbis az első ilyen filmesztelen Kassa Tibi is képen volt, amit megnéztem az ő Facebook oldalán. De akartad, vagy csak földobta? Ott volt Mr. Köröm mellette, az egyik ilyen a legjobb barátja, és támogatója, és kicsit olyan volt, mintha Mr. Köröm egy ilyen flekken sütésen lett volna éppen, mert hogy... Tehát olyan fura volt ott mellett a Tibi filmesztelen. Ő is büszke volt, mert róla is mindig lehetett olvasni, hát elsősorban a saját oldalán, hogy ő mennyit fogyott az utóbbi időben, és megmutatta most. Megmutatta, nagyon igen. Helyes. És hogy igen. Jó, azért filmesztelen fotó volt. Jó, aha. Hát ideje kikövetni. Na, mikor adtál ki magadról utoljára a filmesztelen fotót? Azt hiszem, hogy ha 4 vagy 5 hónapos koromban is, az is anyám volt. Nem, hát azért a világot még nem tart. Tehát vannak haragos napjaim a világgal, de ez soha nem büntetném azért őket. Igen, ez már kedves tőled. Igen, egy ilyen dombóvári filmesztelen képpel indulna a nap. Tehát gondolj be, ráadásul kedd, ez még a hét eleje. Azért az én oldalamon is vannak páran, nem érdemlik ezt meg. Tehát soha nem bántott meg ennyire senki. Mi a követőidet ne tettünk rá. Csak nem, mondom nem egyébként, hogy az új, most akkor 7 évig ez az anyagcsere van, és igen, utána pedig a pajzsmirigy. Igen, jó, igen. Jó, arra fog. Tehát igen, az a következő meg. És nagyon gondolkodom, mert ez divatos, hogy az én kövérségemet valamelyik politikai pártra ráhúzom. Tehát én... azt hiszem, hogy aha, csak ők tehetnek róla. Figyelj, egyébként a kockas az nem a szellemtelen emberek utolsó mencsvára, hogy kihozzanak magukból valamit. Nézd, evolúciós szempontból a kockasnak nincs jelentőség. Nincs különösebb. Nem, neked is az van, csak fölött egy védő réteg. Nem, ez aha, egy nagy kocka. Egy nagy kocka az egész. Én a Jack Nicholson, aki soha nem volt híres arról, hogy mennyire jó felépítésű ember lenne. Én mindig úgy látom, hogy posztolnak róla egy képet, valami egy karib-tengeri sziget mellett áldogálnak, vagy le vannak horgonyozva valami irgalmatlan durva jachttal, és akkor 3-4 olyan nő van mellette, amiről az ember tényleg csak akkor álmodik, hogy olyan nők, amikről egyébként ha álmodsz, akkor reggel úgy kezd fel, hogy már rögtön elnézést is kérsz a nejedtől. Jó, igen, igen, azért az eddigi filmes munkái, meg az őrült nagy jakt azért tudja felejtetni a kocka hasonlót. Ott azért agy is van meg. Egyébként tehát, igen, meg humor nyilván, meg azért ő viszi a balhét nem, magával. A belső értékek számítanak szerintem. Bőrülési fiének. Egyébként pedig Hugh Hefner az egyik legjobb példa. Hát azért ő sem nézett ki jó fiatalon se, és hát azért ami őt körülveszi, hát valami azt csinálja. Feldolgozhatatlan. Na hát az van, hogy amikor fölhívtunk téged, akkor mondtad, hogy nagyon jó, nagyon örülsz, nem pont ezekkel a szavakkal, de mondtad. De, viszont azt mondtad, az aktuális fellépéseket. Hogy igen, hogy azért, hogy az ütközött van, a falu nappal, hogy nem tudod, hogy ráérsz-e, mert te stúdióba vonultál. És igen, ezt én nem tudtam értelmezni. Festéket de most választottam ki, azt is stúdiónak hívják. Kezd összeállni a kép, hogy fogyókúra, hogy egy slank alkat, és stúdiózás, hogy itt valamiféle karrierváltás esete forog fenn. Nem is váltás, inkább, hogy is mondjam, egyrészt felturbózás, másrészt pedig van egy nagyon komoly piaci rés, én úgy vettem észre. Tehát mióta Kozsó áldásos tevékenységét aha, egy picit szünetelteti, azóta nem nincsen... Nem szünetelteti, csak más irányba terel. Igen, felébredt és indiánul tud. Csak így meg nem értem, amit mond. Tehát lehet, hogy engem akar már évek óta, csak nem értem. Na az a lényeg, hogy azt vettem észre, hogy egy picit beszűkült a poppiac, tehát hogy minden fesztiválon ugyanaz a 3 headliner van, ugyanabban a sorrendben. Igen, Tankcsapda, Quimby, és EMB Lali. Kis csillag. Ja, én egy más playlistet láttam, de valószínűleg azokon a fesztiválkon is ugyanaz, amit te láttál. Az a lényeg, hogy egy picit megint egy kapta felett az egész, és nem azt mondom, hogy én az lennék, aki ezzel javít, tehát egy picit, hogy is mondjam, tehát öntsünk a kávéhoz egy kis tejet. Tehát legyen már a palettán egy kicsit aha, több szín, aztán ugye
láttam egy ilyen megnyilvánulást, hogy most már mindenki énekelhet. És egy nagy duett döntő után elhatároztam, hogy most már én is. Az volt, ami a szög a koporsóban? Ez volt az utolsó az koporsó szög, viszont az utolsó előtti koporsó szög a Bulibáró című dal volt. Onnantól úgy voltam vele, hogy most már aztán tényleg az éter mindenkié. És eldöntöttem, hogy csinálok én is néhány. Egy fiú zenekart egyedül. Egyedül egy fiú zenekart, mondjuk gondolj bele, hogy ebből kijönne. Három normális ember kijön belőle. Csinálok egy ilyen, hogy is mondjam, gyártunk egy ilyen kis magyar világsztárt magunknak. Hát, és ott leszel jövőre a nagy színpadon Tusnád fürdőn. Igen, de jó lenne. Csak még nem tudom, kivel tegeljen be magamat vele. Hát mondjuk ez egy nagyon sajnálatos eset tényleg. És azért arra is rávilágít, hogy tényleg most már bárkivel betegelheted magadat. És de tényleg, hogyha valaki észrevette, hogy betegelheted bárkivel magadat, hogy miért nem Pamela Anderson jutott eszébe, vagy bárki. Ha nincs a képen, akárkit odaírhatok, nem? Na, a lényeg, hogy kitaláltam azt, hogy profi zenészekkel csináltatok magamnak két dalt, így bérmunkába. És természetesen angolul kell, hogy szóljon, mert a magyar ember mindig jobban szereti azt, ami külföldi hangzású. Picit beleerőltetünk egy kis feelinget, és hát mi nincsen még? Van itt már mindenféle zenekar, vannak mindenféle bágyú dalszövegek, mondani való az ugye mostanában sosem volt kérdéses, hogy kell-e vagy legyen-e, és nincsen nekünk magyar trópusi zenénk, úgy vettem észre. Magyar trópusi zenénk. Emlékeztek még kedves kortársai a Gombay Dance Band, nagyon fantasztikus formációra, akik gyakorlatilag Hawaii-ról énekeltek folyamatosan, meg Bring Back My Bonnie to Me, és ők NSK emberkék voltak, ők konkrétan a fal túloldalára nem láttak el, és mégis elképzelték minden dalukba, hogy milyen lehet Hawaii. Na most másik nagy kedvencem, ti is játszátok, a Saragoza Band, és ők nem tudom, milyen nemzetiségűek. Szerintem ugyanaz. Aztán ők is németek? Na já, hát a Saragoza az egy teljesen német. És akkor a Genghis Khan is, és akkor már körbe is értünk. És már ott a Mándoki Lacinál. Tehát, szerettük, én most is szeretem. Sőt, az én dalaim, hogy is mondjam, annyira korszerűek, hogy a megjelenésük pillanatában retrová változott. Tehát nem kellett kivárni ezt a 20 évet. Na most nagyon fontos még ez is, hogy ja igen, Kygo nevű előadó, egy fantasztikus norvég DJ, ti is játszátok a legnagyobb slágereit. Így van, de Jászkörjén ő nem játszák a Faházpresszóban, gondolom. Hát ha kérem, akkor igen. Ott azt szokott lenni, hogyha be tudom dobni. Te vennem kell sört, és kapok visszajárót, mert az a Hurlitzer. 100? Tessék? 100 dal? 100 forint? Ne, úgy van, most már akciózunk, tehát ha bedobsz 200-at, akkor azért 3 dal jár. Aha. Tehát van némi, hogy is mondjam, benne egy ilyen kis vonal. Na az a lényeg, hogy Kygo, a másik norvég híres DJ, hogy ő találta ki a tropikát, mint műfajt. Zsült, ez biztos követed, ugye? Egyértelműen. Minden hangja megvan. Na most azért vágjátok, hogy egy norvég ember is viszonylag ritkán találkozik a trópusi érzéssel. Tehát náluk konkrétan a nap sem megy le. Tehát amit ez a szegény csávó elképzelt, hogy mi lehet a trópus, azt egy kis kárpát-medencei közép-európai ember is el tudja képzelni. Tehát én a Hungarian Tropical nevű életérzést szerettem volna megalkotni. Ehhez kértem két profi DJ segítségét, egyébként akik híres valódi zenészeknek írnak dalokat. Ők nagyon óvatosan vállalják velem a munkát. Tehát ők álnéven dolgoznak. Kizárólag a háttérből. Igen. Figyeljetek, Dombi, arra gondoltunk, hogy nagyon szép ez a zenei elindulás, de hogy az igazi hátteret mi szeretnénk neked megteremteni. Image nélkül nem ér semmit az egész. Igen, sőt, mi több. Egy csomó zenekart ismerni, akkor az image erősebb, mint így a dalok. Igen, és jól működik, úgyhogy belőled is lehet még valami. Hoppa. Mert az, amit te válasz, amit te közvetítesz, hogy az eddigi fellépéseiden ez a pólós, nagyon aranyos a mi gyerekünk, az nem él meg azon a színpadon, amit te készülsz. Pálmafás ing nélkül ez az egész semmit nem ér. Mondjuk nem tudtunk olyan kis pálmafás inget szerezni, hogy ne legyen egy pálma erdő, ami jó is rád. Igen, értettem, de szépen indultam. Igen, mert tök fura volt, hogy az elején nem volt semmi beszólás, de a végén azért vissza. Lesz az még, úgyhogy úgy kezdjük a felépítésedet, nagyon sok vendég lesz még, aki ezen a projekten dolgozik. Elhívtuk Holdan Flinda, a profi stylistot. Szia, Linda! Szia, Linda! Nem ez az, várj! Zsül, melyik a Linda mikrofonja? Ne menj el ilyenkor! Balról jobbra kezd el nyomkodni őket, amíg világítanak. Nem tudom. Magnósoknak mondom, közben elindult. Hello. Na, az a helyzet, hogy itt van ez a gyönyörű test, ez a férfi állat. Igen. Szerinted lehet ebből valamit csinálni, hogy hagyjuk a francba az egészet? Dombiból bármit lehet csinálni. Hát nézzétek meg, hogy annyira szépen lefogyott, annyira jól néz ki, hogy példát vehetnétek róla, például Feri. Egy csúszkamasszázsor. Beszélted előre, hogy te engem rúgdossál. Tök fura, ugye, hogy egy nő önként mond ilyet. Igen, és hogy rólad. Nem az, hogy önként mondja, hanem hogy rólad mondja ezt a dolgot. Abszolút.
havi fixet kapok ezért. Ja. Hoztál egy csomó ruhát, mi legyen a vonal, ugye elmondta a Dombi, hogy ez a, mi ez a Hungarian Tropical. Hungarian Tropical. Hungarian Tropical. Hát most így, ahogy meglátom mondjuk a halálfejes pólót, az nem feltétlenül kompatibilis. Nem, hát ez a Pács Józsitól kértem kölcsön, tegnap gyorsan. Lehet, hogy a magyar trópuson van. De egyébként szerintem ebben a műfajban a fekete lakcipő a simán belefér. Az benne van. Kisgrofó előtt lépj fel. Lehet mindig alkalmazkodni. Erre nem mondta abszolút semmit. Na, azt szeretném tőled kérni, Linda, hogy legalább egy ilyen 2-3 féle szettet állítsunk gyorsan össze a Dombinak, befotózzuk, föltesszük a mi Facebookunkra, hogy meg tudják szavazni a drága hallgatók. Igen, ezért jöttél ide, hogy megint hülyét csináljunk belőled. Jól látod? Igazából semmiféle más elválasztása. Na hát természetesen, tehát hogy is mondjam, én azért a bizonyosért mindig házhoz megyek, sőt tartom is. Júj, de jó, s van well hellós. Persze, nem, ez a DJ set, igen, ez egy well hellós DJ set. Ne, ez munkavédelmi. Nem, ez egy szaunaruha. Szalonna? Annyira durva, hogy ezek a láthatásos dolgok. Igen, ezek a rossz sztereotípiák. Tehát ez a kövér szegregáció, ez annyira rossz irány. Mert nekem is elkezdett csorogni, hogy állam, mondom, szalonna ruha. Nagyon jó, ez tényleg egy ilyen fiatalos, lendületes cucc lesz. Ez hát én ennyire sose voltam fiatal, attól tartok. Ez egész biztos. Fölrakjuk a Facebookra, sírni fogtok már most, mondom. Tehát tegnap is imádtátok a képeket, de az más ok miatt, mert ugye kis Ramona volt nálunk. Hát megtett, hogy. Dombival kapcsolatosan nem tudom érteni, hogy inkább engem öltöztettek. Igen, és akkor téged fogunk öltöztetni, de közben hallgassuk már meg legalább az egyik ilyen nagyszerű felvétel. Legalább, hát akár. Kettő nem fog beleférni. Akkor legyen a tropikálabb, jó? Felhívnám a figyelmet a stúdió által fantasztikusan autotyúnnal kihúzott hangomra. Tehát azért én vállalom. Tényleg énekelsz? Hát, hogy is mondjam, na, tehát én felmondtam, és a profik éneket csináltak belőle, szinte minden második előadó ezzel dolgozik. Aha, nagyon hosszú. Nem, abszolút. Sőt, úgy el fog röpülni, mert fantasztikus. Uh-huh. Észre sem veszed. A dal címe ősbemutató. Shine! And our sun always will shine. Find the light that brightly shine. Leave the whole world left behind. Find the light that shine bright. And you're gonna be a butterfly. You're gonna be a butterfly. You're gonna be a butterfly. Spread your wings. And you're gonna be a butterfly. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Úristen, szerelmes lettem. Megcsoda ősben. Meg tudom érteni. Hallod. Hát nem azt mondom, hogy jó, de nem szart. Figyelj, valami meg kell érjelom, hogy ezt te komolyan gondoltad. Most erre mit mondjak? Hát az elsőre semmi se tetszett. De a felénél már kezdted elhinni, hogy te jó vagy, nem? Nem, én az első verszaknál úgy éreztem. Hallod? Ezt nem fog ebben nyalni, ez parodi, ez gyerekek, mondom, ezzel az a probléma, hogy itt el, hát igen, egyrészt, másrészt pedig itt elnevetgélünk rajta, meg bevaláztok, aztán hazafele meg ezt fogjátok itt dúdolni. Tehát így látom, hogy erre ébredsz. Igen, te már ki is dobáld az összes rocklemezt, és tessék. Csak néhány idézet. Dombi, meg ez nagyon jó lett, de itt nem ez a szó. Így van. Ez nagyon fain lett. Avicii könyörögni fog a remix jogaiért. Csak ez mondanám. Nagyon jó, hajrá, Dombi. Csak mondanám, hogy én még ezt nem vittem sehova, én szándékosan vártam a lehetőséget. Köszönöm szépen, megelőgezett bizalmat, és már is egy tartalomszolgáltató, egy zenei tartalomszolgáltató, ahova rendes, profi, normális zenészek töltik fel a dalaikat. Ők jelentkeztek. Meg tudom mutatni az üzenetet. Képzeld el, hogy most szeretnék. Hogy elhatárolódnak? Nem. Hogy ne vidd be hozzájuk. Azt mondták, hogy vigyem, mert oda tartozik. Igen. Aha. És ők azonnal levették a Hungarian Tropical feelinget. Ez szimpatikus, hogy egy mennek a dolgok, hogy ne csörögjél rájuk, tudod. Inkább. Nagyon szkeptikus, de én úgy érzem, hogy ez egy olyan piaci rész. Jó, azért vannak vele is, a zenei alap a Szintiboly, az ének, meg talán Hajdú Peti, hajrá, Dombi. Ez is egy SMS. Mondjuk igen, ez elég sokat megmutat abból, hogy milyen palettából válogat a kedves hallgató, de nem. Én abszolút, ez nem rólam szól. Tehát ez kell nekünk. Kell a népnek. Igen, borongós az egész magyar nemzet, egy kicsit ilyen savanyúak, szomorúak. Ugye, kell nekünk az a tropikál. És a shine, látod, az a shine, tehát besüt. Tehát igaz, hogy lyuk van a falon, de besüt rajta a nap. Tehát én arra megyek. Csodálatos. Én az Euróvi... És ott láttam tényleg. Ugye? Valami, ez a karib-tengeri szigetvilág, hogy futunk együtt a homokban. Ilyen ebben a lent cuccokban, amikben, mint a Lilu is házasodott. És akkor ott érted. Igen, most abba keresi a családját. Igen. Nem, neked. Ugye, csak a szöveget te írtad?
Igen, igen, hogy is mondjam, szándékosan összeollóztam mindenféle ilyen, hát frázisokat, aha, közhelyeket. Aha. Ez nem is jött le belőle. Nem jött le? Nem gondolkoztam még a Te vagy a szívem, Te vagy a lelkem című dalon, de hát azt a Modern Talking már megcsinálta, és 30 évig gyönyörűen elér belőle. Az meg tetszett, Jani. Olyan volt, mint egy évértékelő beszéd, csak angolul. Melyik? A szöveged. Igen, éreztem, mert egy közhely szótár, de kellemes volt, tehát hogy hihető, tehát hogy én elkezdtem tényleg egy picit mondom úgy érezni magam, hogy ez a srác ez tényleg ez a helyzet tényleg szólt. Muszáj, muszáj, egyszerűen itt kellett. A hallgatók arra kérnek, hogy bármit csak topless DJ ne legyél, légy nem szíves, leszek, jó? Nem leszek, megpróbáltam ezt a Nicki Bellucci, ezt a, igen, ezt a Mervinbo tapaszt, nem leszek topless DJ, nem kell megírni senkitől, viszont az a lényeg, hogy muszáj volt, egy kicsit frissíteni kellett a placon, azt kell, mondjam. Ez a Hungarian Tropical feeling, ez hidd el, hogy be fog jönni. Ja, és logók is nagyon, van már, csak mondanám. Nagyon hiszünk benne. Linda, közben ugye feladtuk az első szettet, ez a munkavédelmi ruhás. Aha. Ez igen, ez a stylist nagyon DJ telefonál. Kicsit valami olyan, baj? Mint, hogy a festéshez készülnél, vagy pedig valamilyen rettenetes vírus elszabadult volna. Nem a dióba megy. Nem, hogyha levennéd a hangot, tudod, mi jutna eszedbe, hogy karantén alá helyezzük a város, senki ne jöjjön ki. Azt olyan tényleg, hogy ne adják el a házukat. A vírus nem fertőző, de ne jöjjön ki senki, és ne vegyen levegőt. Na, ez mindjárt kikerül a Facebookra. Mi a következő a hírek alatt? Szerintem mit tanácsolsz? A tropikát? Szerintem a következő legyen a rocker. A rocker szett. Mert kíváncsi vagyok, hogy egyébként abban, hogy ugrod aha meg a feladatot. Mert egyébként tökre nem mindegy, hogy hogy mozogsz ezekbe a ruhákba. Igen, de ehhez a dalhoz meg a rocker szusz nem fog menni a szerintem mindenhez megy minden. Mindegy. Ez nem igaz. Már a magaddal is összezavarja a hallgatót. Ilyet mondasz egy stylistnak. Tessék. Na hát figyelj, tényleg a tartalom és a forma összhangjában sütkérezek már. Úgy érzem, hogy ez kezd összeáll. Ez egyébként egy ilyen célirányosan csajozós zene, mert hogy alapvetően ugye a zenének a hangulata, meg a ritmusa, meg a tempója az arra készteti az embert, hogy oda menjen hozzád, és lassúzzunk egyet. Az lenne, de eddig még csak férfiak jelentkeztek a dal után, és hogy is nem ez volt azért a kifejlett cél. Hát figyelj, érted, szegény ember vízzel főz. Vagy ahogy a mondás, hogyha szegény ember még az ágit is meghúzza. 2 percen múlt el 7:30, jövünk a hírek után, mennyi öltözni popstar. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3 perc múlva lesz 3:48, jó reggelt, szevasztok! Dombi a ma reggeli vendégünk, akivel kapcsolatosan minden eddig véleményem megváltozott, az is nagyon jó volt, még jobb lett, Dombi. Üljél le nyugodtan. Persze, foglalj nyugodtan a helyet. Linda, háromféle szettet adtunk eddig a Dombira. Igen. Szerinted melyik a legjobb? Ugye volt a diszkós. Nekem a diszkós tetszett a legjobban. Én azt gondolom, hogy az passzol ehhez a dalhoz a leginkább, meg a Dombinak a személyiségéhez és az egyéniségéhez is. Köszönöm, végre valaki is. Most nekem az első ránézés egy ilyen szelidító horgászverseny. Igen, a tropikál szett. Ez a tropikál szett. Egy ilyen srácnak a diszkóban a helye? Nem, egyébként ott, ez igen. Egy ilyen négy csillagos szállodában egy billentyűs csávó, érted, aki mondjuk a vacsorához úgy húzza. Ja, rántott húzzák a szólistája, ugye? Így van. Felhívom figyelmüket két dolog között, hogy az előételeinket hamarosan újra feltöltjük. Figyelj, zseni, óriási, ez illik legjobban szerintem a Shinehoz, de föltettük a Facebookra mind a három fotót, és akkor egy nagy szavazás keretében belőjük neked az irányodat, ha valaki nem hallotta volna az előző fél órát, popkarrierbe kezdett, Tom. Igen, és valahozzá fantasztikus nevem is, igaz, ez még munkanév, de megfelelően nemzetközi. Pop Monsters. Oh. Ezt mindenki megérte. Ez jó. Egyébként egy portugál székhelyű tartalomszolgáltató cég. Azért többes szám, mert valójában hárman vagyunk benne, két profi zenész, meg én. Csak a két profi zenész van annyira profi, hogy nem vállalják a közösséget. Igen, igen, igen. Ők segítettek nekem, és onnantól elengedték a kezemet a hetedikről. Hát, segítettek, az így viszonylag gyenge, tehát ők csinálták meg ezt az egészet. Annyit mondtak, hogy ez egy, hogyha ez valami, hogyha odaadják egy Kállai Sandersnek, akkor ebből világsiker lesz. Én hogy is mondjam, úgy szokták mondani, hogy mindenki hozzátesz valamit. Hát előre kérték a pénzt, ugye? Én elvettem. Igen, átosan a felét. Egyébként igen. Linda, nagyon köszönjük, hogy bejöttél és hoztad ezt. Köszönjük, a somó cuccat, tök feleslegesen, mert semmit nem javult a Dombi. De te jó munkát végeztél. Én miért akkor ez most komoly egyébként? Hát azt hiszem, hogy igen. Többé-kevésbé. Nem, teljesen. Én gondolkoztam, hogy az Eurovízión is indulok, mert ha Conchitának sikerült, igazából nekem is bárkinek köszönhet. Linda, örülsz, hogy megszabadultál ezekkel a cuccoktól, amiket nem tudtál rásolni gyakorlatilag senkire az elmúlt 12 évben. Semmit ki se lejteztem a szekrényemet. Na jó, van, így van. Helyet csináltál neki. Köszönjük szépen, viszont te nevetkőzzél le, te maradsz így most már 10-ig, igen. Aha, okay. Megveszünk neked ezt a szettet. Köszönöm, ez jobban fáj, mert mi látunk. És az van, hogy itt több hallgató...
több hallgató írta, hogy hát ugye azok a dalok, amelyek így elsőre belemennek a fülbe, azok mindig ilyen sokat jelentenek, ez nem az, tehát hogy kéne még egy kicsit dolgozni, úgyhogy még hívtunk neked segítséget, itt van velünk Csík Sándor, profi énektanár. Sanyika, jó reggelt, szevasz! Szép jó reggelt kívánok! Jó, te vagy az a fiú, aki ugye hát azokat a celebeket, félcelebeket szoktad volt mentorálni különböző énekes produkciókban, akik azt gondolják magukról, hogy tudnak énekelni. Azért merem ezt mondani, mert én is voltam abban. Köszönjük a műsorban. És én imádtam, ahogy te tanítasz, fia Sanyika. Belegondoltam, hogy a félceleb még a celebnél is nagyobb sértés. Nem? Igen, ez voltam én, a félceleb. Hallottad-e a dalt, Sanyi? Nem, annyit hallottam, csak hogy itt van valami tehetség kibontakozóban, és egy gyors talpalót kellene itt. Ezért ilyen videó hangolni. Hát nem kibontakozóban, azért hogy is mondjam, kibontakozott már egy része. Igen, csak egy másik dologban bontakozott ő ki, de ez se lesz rossz. Mi az, amit így elsőre tudsz tanácsolni? Hát azért a Dombit ismered, testalkatilag, fejileg, hangszálilag. Hogy jön ide az alkatom? Inkább a próza. Azért az alkat, ez most nem negatív volt, mert a nagy test, nagy élvezet, nagy hang, érted? Tehát, hogy benned ott van mély jelleg belül. Hogy kéne kicsalogatni, Sanyika? Hát talán először is nyissa ki a száját. Próbáljon meg hangot kiadni, ne csak beszélve, hanem énekelve. Akár egy kis dalban is ezt, ha tudja nekem itt reprezentálni. Egy picit meghallgatna téged az énektanárnál. Igen, egy gyerekdal valami. Persze, a Csitári hegyek alatt. Rajta! A Csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Jó, elég, köszönjük. Ezért nem járok táncházba, hát ha összefutok ilyenek. Hát én nem is tudom, hogy most mit mondjak. Hát, kinek szokott énekelni? Ki a közönség? Emberek. Jó emberek. Halló. Édesanya. Édesapa. Nem, ez az a baj, Sanyi, hogy ez ennél tovább megy. Tehát nagyon a sokat segít, nem áll meg. Nagyon sokat segít, hogy a Sanyival még nem találkoztunk, tehát ő abszolút nem ismer engem. Csináljuk azt, hogy nézzünk egy pici hangterjedelmet, de ilyenkor mindig fontos tudni, hogy az énekesnek mi a legmélyebb és mi a legmagasabb hangja. Ha nem megy, akkor próbáljunk egy legmélyebb hangot kicsalni magunkból, majd próbáljunk egy legmagasabb hangot kicsalni. Énekeltem már pincében, ha erre gondolsz. Na, egy ilyen nagyon mély hangot, ki tud énekelni egy most? Gyomorkorgás. Az hogy kell? Mutasd meg! Mondjuk ez a legmélyebb hang, talán neked, hogy la 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 la. Nagyon jó, ki most menjünk fel a legmagasabbra. Ehhez képest mindenkit a legmagasabb hang. Van ilyen sikítószerűség? Akár az is lehet. Jaj, ne gyere! Na, nézzük meg! Várja, Zsűr, tekerje a potmétereket, mert még szeretné egy kis üzemeltetni. Menjünk még följebb! Hát ez nagyon szép, ez szebb, mint gyönyörű. Komolyan mondom. Én is ezt próbálom a többiekkel megértetni. Nagyon jó. Menjünk akkor egy picit bele ebbe a történetbe. Próbáljunk meg kiénekelni egy teljes dallamívet. Én énekelem, te pedig énekeled utána. Menni ez fog? Az utolsó gyakorlat, Domi. Jó. Ha ezen túl vagy, akkor mindenen túl vagy. Akkor jöhet az album? Oké. Na, tehát azt kell csinálni, kis autózták is korodba. Amit tologatni kellett, hogy beírtam. Igen. Így van, babáztam, de utána egybe az autók jöttek. Jó, hát ezt én gyanítottam, de most próbáljuk meg mégis. Ne higgy a bulvának. Igen, jó? Tehát... Ez a feladat? Igen. Aha. Igen. Oké, és tovább. Ez fokozatmentes változó. Ez mire jó, Sanyi? Én sose értettem, hogy lejárassák magukat. Nekem is, mikor mutattad ezt, ez nem azért van, hogy cikit csináljunk magunkból? Dehogy is, nem, minden énekes így szokott bemelegíteni. Aha. Gyakorlatilag a helyére tesszük a hangot, kihúzzuk előre, zöngetjük a hangot. Gyakorlatilag ez egy hangképző feladás. Igen, előre zöngetés. Sanyika, azt gondolom, hogy megvagyunk, tehát hogy a Dombiból többet nem tudunk ezen a fórumon kicsikalni. Mert már nem kellett. Ja, elküldjük azért hozzád még gyakorolni, jó? Nem kellett. Jól van, rendben van.
Köszönjük okay. szépen, szevasz, nagyon szívesen, szevasztok, sziasztok. Hogy érzed, előrébb vagyunk? Én azt hiszem, hogy igen. Aha. Tehát nagyon sokat segített az, hogy hallhatóan engem Sanyi abszolút nem ismer, mert nem is találkoztunk sokat. Abszolút nincs, de ezt nagyon profi módon áthidalta. És hogy úgy is mondjam, tehát ő, hogy pici szkepticizmus hallatszott a hangjából, az szerintem az ez csak az ismeretlenségnek tudható be. Tehát, hogyha végighallgatott volna tőlem egy teljes hangterjedelmet, de nagyon komolyan elgondolkodtam, hogy a következő dalban mindenképpen lesz autóberregés. Mert most ezt szeretném hasznosítani. Én nem szeretem az ilyen felesleges tanulmányokat, mint a hatványozás. Aha, nem át is akarom kell. Tenni egyből. Következő refél, ez lesz a következő dalod. Na, még egy meglepetés vendégünk van a számodra, ugye itt már a dalt meghallgattuk, elárultad a nevedet, nem ő, aki az üveg mögött, ő majd a következő órában. Mondanám, hogy nem kellett volna. A vendégünk a mentorok mentora. Az a férfi, aki a saját karrierén keresztül is utat mutatott, de akiket azóta felkarolt, azok már a csillagos ekekig szárnyaltak. Úristen, megszereztétek Simon Cowell? Nem, ha Bony Árpád. Geszti Péter! Szia Péter! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello, szia Peti! Na hát, zombikám, hello! Hallottad a nevet, ugye? Pop Monster, ez lesz nagyon, a fellépő neve. Jó ez, vagy valami más irányba kéne elmenni Dombival? Hát nem tudom, a Popmaster az nem rossz, végül is a PM a sok mindent jelent rövidítve, de abban most nem menné bele, hogy mi minden az, de lehet, hogy ez sem is, az még fadistán lett, hangzott volna. A PM az csak a délután, nem? Hát igen. Van, nálatok, de mindegy. Na, amit akartam mondani, viszont a dal címválasztását nagyon fontosnak tartanám, és hogy gondolkodtam ezen a nagyon érzelmes, romantikus vonalon, amit hallottunk ebben a csodálatos dalban, amelynek a dalszövegei külön fordulatai külön lekötötték az érdeklődésemet, és azt gondoltam, hogy ezen a romantikus vonalon kéne Tessék. Menni. Tehát ezen a Zámbó Jimmy, Gergely Robi és Dombi is, és akkor itt jön a címjavaslatom. Tehát, hogy például lehetne az, ennek az első dalnak a címe, hogy Szemérem, és akkor Szemérem Dombi. Szemérem. Összeolvasz, Szemérem Dombi. És én azt hittem, hogy a pálinka szájra ezután nem jöhet semmi. Dehogy nem, az van még lejjebb a sárga földig, tudod, majd azt nem tudom neked a falunak. Dombitól. Igen. Hát, hogy is mondjam, tehát egy picit ez megdöbbentem. Jó. Ez jó. Szemérem Dombi, ez jó lesz. Zeni alapok, ki vagy békülve? Peti, azért loptáltam már Jani a jobbot is. Mi vagy ki békülve, nem hallod. A zenei alappal. Zenei alap, én dalszövegíró vagyok, tehát nekem semmi közöm ahhoz, hogy a zeneszerzők mit honnan szereznek, és a Dombi is erre fog hivatkozni a későbbiekben. Nem, nekem a zene az erősségem. Az. És igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hát ahhoz nekem nincs közöm. Azért így mondom. És azért... Péter, ahhoz mit kéne még tegyen a Dombinak, hogy elfogadják őt? Ugye őt úgy ismerjük, mint humorista. Úgy szerette meg az ország, a stand-upos. Nyugodtan tett hozzá egy kövér humorista, mert ebből a mondatból kimaradt. Jó, a kövér humorista, a kövér stand-upos. Így ismertük meg. Mi a jó módszer arra, hogy most egy másik Dombit befuttassunk, az énekes Dombit? Hát csináljunk szerintem legalább egy, de inkább kettő videóklipet, ahol vizuálisan jelentenénk. Ne, kettő legyen. Az a többet tudsz keresni. Lesz alternatív verzió, egyik, ahol nincs kép. De nem. Én arra gondoltam, hogy végül is, hogy a hangjával és az autótyunk csodákat tudod csinálni. Tudani vizuálisan is. És kézzel a Dombi, hogy mondjuk rátenk a fejed a testére, és olyan naplemente lenne a Hungarian Tropicban, hogy elájulna mindenki. Én gyakran szoktam a fejemet tenni más testére, és soha nem készül bele ki. És nem jött még be? De igen, csak ez meglehetősen szűk körök között. Valami ennél kecsegtetőbbet nem tudsz mondani, Peti, például mi kellene ahhoz, hogy fel tudjon lépni előttetek a repülők reunión első állomásán? Repülők last reunión. Hát egy kicsit még öregednie kéne, de ez most nem fog menni ilyen hirtelen. Azt mondtam, hogy nem végében láttam egy fellépésem, előttünk fölépett egy fiatal ember, aki egyedül ment ki a színpadra, tehát gyakorlatilag hiányzott mögül a zenekar, de senkit nem zavart, úgyhogy Dombikám, neked is van esélyed. Amit akarok mondani, az, hogy amikor két nagyszerű dalszöveg fordulat között úgy látod, hogy a közönség nem örül eléggé, csak annyit kell mondani, sikítás. És akkor sikítani fogom. Meg ez mi működik, ez a nem látom a kezeket, meg sikítás, meg nem hallom. Sikítás. Én ezt tanultam, amikor sikítás, énekelt egy sort, sikítás, énekelt egy másik sort, sikítás, és akkor sikítani fognak. Hát, hogy is mondjam, tehát olyan mély szakmai bugyrokba mentünk ezzel tanácsilag, hogy ezt így próbálom feldolgozni. Tehát én azt mondanám, hogy ingyen van a sör, és mindenki őrjön.
Aha, jó is. Nyilván ez nincsen közadalnak. Nem, nem, a Geszti, hát ő mondta. Péter, köszönjük szépen, nem leszünk bejebb, mert a Dombi nem akarja fölvenni ezt az egész vonalat. Én most azt látom rajtad, hogy itt ülsz, és azt gondolod, hogy mi csúfot űzünk ebből az egészből, a te pop szakmádba, a pop karrieredből. Ez a vicces egyébként, hogyha ezt most nem így tettétek volna, nem csak kirakta volna tényleg a netre ezt a dolgot egy kis klippel kapcsolatban, én szerintem azért sokkal rávulottak volna. Így is komolyan vették, hidd el, nagyon sokan. De én nem akartam, hogy is mondjam, az egy ilyen beetetés lett, vagy én azt akartam, hogy magamért, tehát hogy a személyemmel együtt fogadják el ezt a vadonatúj. Egyébként nem hallottad a műfajt, ez a Hungarian Tropical. Dehogy nem hallottam. Hallottad? Én régóta figyelem az adást, ne viccelj, nagyon kitaláltad. Ugye? Punto. Tehát ez annyira ott van. Nagyon szép. Jó, egy ilyen piros-fehér sávos, ilyen naplemente lehetne mögötted, ez nagyon szép lenne. Vigyázz, mert a piros-fehér sávos naplemente, picit te már túl gondoltad. Igen, hogy is mondjam, ez egy Árpád sávos naplemente, ez azért nagyon durva lenne. Ilyen még nem volt tényleg a magyar zeneplacon. Péter, köszönjük szépen. Én is, további jó reggelt. Köszi Peti, majd jelentkezem. Szia. Geszti Péter, köszönjük szépen. Dombi, meg vagyunk. Na. Jól esett egyébként a szakma támogatás, azt kell mondjam. Éreztem némi kis élt, meg iróniát, de én úgy érzem, hogy Geszti tudja, ismer engem, tehát ő tudja, hogy én... Péterre gondoltál. Igen. Hát ő is egy szakma. Azt hittem, kaptál SMS-eket. Nem pont ez. Nem, még nem mertem ránézni a monitorra. Mindenki ezt tanácsolta, és nem is teszem meg. Nagyon fontos. Nézd hát meg, én egy ilyen lázadó, lázadó zek vagyok, tehát aki nem hódol be Kozsónak rögtön. De hát nyilván aztán majd a aknipar bedarál, igen, a fogaskerekek begyűrnek, de addig még a Hungarian Tropical él és virágzik. Jó, hogy amíg ezt a virágzást földolgozzuk, addig játszunk egy mitmondórát. Visszafelé beszélünk. Lészhebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. Aki válaszol. Jó reggelt! Sziasztok, Marian vagyok. Szia, Maria! Honnan hívsz bennünket? Dunaharasztiról. Volt már a hét, nem volt Dunaharasztiról? Hmm. Vagy múlt héten volt? Na mindegy. Múlt hét inkább. Műanyag üzemben operátor vagy? Mit csinál az operátor? Hát, mennek ezek a gépek, és akkor... Nézed, figyeled. Igen, és akkor sorjázni kell ezeket, mindenféle válfákat, meg ilyeneket. És szólsz a művezetőnek, hogy elkezd egy vörös villogni. Igen. Jó, van, Marian, mondom, hogy mik vannak, ugye a tárgy esett ki tegnap, van a szólásmondás, van a híres ember, város és állat, melyik legyen? Én az állatot szeretném. Állat, abban hiszel, az állatokban, abból van itt három, úgyhogy mutatjuk, figyelj, indul a 30 másodperc. Aksolop. Mutassam még egyszer, illetve az jár is neked. Aksolop. Aksolop. Poloska. Ez az, ez a nagyon ügyes. És van. Tök egyszerű. Az nem csak csíp, hanem le is hallgat. Ügyes voltál, Marian, köszönjük szépen. Küldjük az ajándékot, minden megvan, semmit nem kell kivenni belőle. Jó? Jó, köszi. Hello, nagyon szia. Örülök, hogy játszhattam veletek. Szia. Sziasztok. Szia. Szia. Hello, 4 perc múlva lesz 8 óra, friss hírek, utána folytatjuk Dombival. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra múlt 8 perccel, jó reggelt, szevasztok, gyönyörű idő lesz ma, a mi napunk meg má arany Dombival egyetemben. Köszönjük ismét, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget, és azt, hogy kibontakozottam itt. Nagyon boldog vagyok, már több üzenet is érkezett zenész ismerőseimtől, azt írták, hogy ne keressem őket, nemhogy soha többé, egy darabig. Letagadják legalábbis, és igen, nagyon örültek ennek a rokkos felvételednek is, ami az elmúlt percekben szólt. Igen, ez lesz a harmadik dal egyébként. Szerettem volna, igen, tényleg mindenkit megszólítani. Az EP-n. Tehát így dolgozik. Ja, egy EP-m lesz. Aha. Egy hatalmas, egy kazállemez fog kiadni. Egy biztos, tehát, mint a cukrot. Amit én kiadok, az újraírató CD-n lesz. Tehát én megadom a döntést a vásárlónak. Figyelj, egyébként a rock az egyetlen olyan műfaj, ahol senkit nem zavarna termeted. Ott nem foglalkoznak ezzel. Ott tényleg csak a hang dominál. Ja, akkor inkább hagyjuk.
Nem nő meg olyan szépen a hajam. Nem tudok mit csinálni. Nem, most lenni a Metallicán is tudom. Rövid már, azért mert volt valamikor hosszú, de most már nem divat, vagy nem feltétlenül kell hozzá, hogy derékigérő haj. A rock az egy más magasság, én tisztelem a rockot, úgyhogy nem is rongálnám. Annyira lennél egy ilyen hátközepigérő, ilyen ezüstös lobonccal. Szeretnéd? Van egy ilyen farsangi parókám, tehát legközelebb azt is megpróbáljuk. Nem, tényleg, hát a könnyű műfaj az, ahol hogy is mondjam, tehát nem tudsz teljesen. Meg ahol nem tudsz olyat csinálni, ami nagyon rongálna, tehát ami nagyon rontana a szemléleten, mert abban tényleg minden belefér. Azért a rockot én is tisztelem tényleg messziről. Föllépés lesz ebből valaha? Tehát amikor tényleg azt mondod, biztos vagyok benne. Koncert, én biztos vagyok benne, hogy nem megyünk el. Ja, igen. Hát nézd meg, annyira negatív van, de nem már. Nem lesz bele, persze, hogy nem lesz bele fellépés, viszont előfordulhat, hogy egy ilyen durvább részek falu napon, amikor a prózában már nem tudok érvényesülni, akkor benyomom a Can You Feel It-et. Így van. Készült rá magyar szöveg is egyébként, és esküszöm neked, és csak mi ezt tartás véget mondom. Az maradjon titok egyelőre, igen, jó? Az még gázabb volt. Tehát hidd el nekem, hogy az angol szöveg meg tökéletesen el lehet bújni. Ezzel nagyon sokan vissza is élnek, és úgy voltam vele, hogy ezt én is használom. Abban a dalban csak az van végig, ugye, hogy Can You Feel It, tehát semmi csak más. A refrén, de azt húzom sokszor. Jól fog ez még jönni. Amikor másfél órát kérnek, és 1 óra 25-nél elfogysz. Én azon gondolkodtam, hogy lehet az, hogy az embernek két hangszála van, és mégis mono. Jézus. Ugye? Ezzel én is sokat agyaltam. Na. Útinfo, Trafipax M7-es Letenye felé Budapest felől a 132-es kilométernél mérnek, 471-es Tamási puszta, rotyog a gulyás a három lábún, fogalmaz Pityesz a Debrecen felől érkezőket, mérnek az M5-ösön Budapest felé a 135-ös kilométernél, és egy jó hír, hogy a kőszegi határnál viszont semmi probléma, ugye Sopronnál áll a sor hosszú kilométeren keresztül, viszont itt kint sincsenek, tehát a kőszegi határnál nincsenek kint a rendőrök, ezt meg Ádámtól kaptuk ezt az információt. Köszönjük szépen. Miért van egyébként megint ez a nagy sorhatáron? Megint lehet kapni a rendőrítő ládát? Vagy az van, vagy ugye a 2-0 még mindig fáj. Fölhúzták. Vagy a négy fejes videó, nem? Igen, vagy az. Mindegy, valami, amit ugye annak idején hordtunk be, az most lehet, hogy megint divat. Hát. Ja. Reméljük, hogy a VB után is ilyen lesz megint. Jó. Mert az azt jelenti, hogy megint elcsáztuk őket kemény. Próbálnak vigyázni. Hát én drukkolok, nagyon. Dombi, azt gondoltuk, hogy te önmagad kevés leszel nekünk ide ma reggel. Ebbe biztos voltam. Nem úgy, nagyon jó funkcionál. De ahogy látom, biztosan imádunk. Mentetek, már harmadik nem lesz. De még lesz majd vendégünk, az egy állandó rovatunk, Juliska rovat a 9 óra után. De hát azt gondoltuk, hogy van egy férfi a mi életünkbe, aki üstökösként csapodott be a műsorba az elmúlt héten. Hát nagy üstökösként. Így van, és a dinoszauruszok már nem tudtak kipusztulni, de nagyon jól szorakoztunk a legutóbbi beszélgetés előtt, úgyhogy én gondoltuk, hogy meghívjuk ide a stúdióba a Smukandort. Itt vagyok. Jó, hát nem lehet egy ilyen alakít, Smukandor. Igen, szia, hoztunk sok betűvel, nagy baj, nem lehet. És mérhetetlen megtiszteltetés, hogy itt a záróakkordok egyikeként itt lehetek. Na várj, azért még ne temesd bennünket, de jó fej vagy. Elnéztem a falat, hogy nem fejeztétek be a festést, ez vélhetően ennek az oka. Nem kell elkapkodni. Szerintem nem arra célzott, csak arra finoman jelzett, hogy hamarosan 2 óra múlva vége a műsornak. Igen, én is azt gondolom, hogy ez volt egyébként ezzel fogva. Ki másként gondoltam volna, nem a novemberi dátumra, amilyen nem már most el kell indítani egy Facebook csoportot, hogy ne hagyjunk benneteket. Aha. Elhallgatni. Én már látom, újra éreztik a vissza a Danubiust. Te hiszel ebbe a Facebook csoportos sztoriba, hogy ez megváltoztathat bármit egyébként? Hát ez teljesen egyértelmű. Igen. Hát mióta láttam, hogy milyen Facebook csoportok vannak, 1 millióan újra forgassák a különbendőbe jövünket, tehát minden lehetséges. És találjunk feleséges Smukandornak, hát még az is lehet. Mérhetetlen megtiszteltetés, hogy erre így gondoltatok. Én rögtön beveszek egy patapatikát, és abszolút mértékben. Figyelj, mi van, tehát ez akin kapuzárási pánik, egyedül vagy tényleg komolyan érzed a súlyát, hogy jön az 50, kéne valaki, aki jön az 50, ezt komolyan érzem. Igen? Tényleg? De abban bízom, hogy fog jönni a 60 is, tehát, és ezért szeretnék valakit társadalmat. Meglátjuk majd, hogy mi jön ki belőle. Egyelőre az ideális férjelölt.gmail fiókra érkeznek a jelentkezők. Mérhetetlen megtiszteltetés. Már azért pont szabad volt még ez az e-mail cím. De nem nagyon sok ilyen van, ugyanis ahogy így végig gondoltam a környezetemet, mert valaki vagy már nem ideális férjelölt, vagy még az. Nem tinderezel?
Nem. Az csak a csúnya szexről szól, fúj. Azt nem tudom, mi az a Tinder, de én mindig balra húzok mindenkit. Hát, ha egyszer valaki visszaigazol, de fogalmam sincs, miről van szó. Igen, mondjuk itt volt némi kis áthallás. A balra húzással. Ez a parlamenti Tinder, igen. Mondtam, hogy nem politizálunk. Csak most kezdtél szólni, jó, akkor jobbra is húzok néha, így jó? Nézzük már meg, mert én is boldog párkapcsolatban élek, hogy az melyik a balra a Tinderben, az igen vagy a nem? Mi ezt nem tudhatjuk, aki párkapcsolatban él, de általában az az igen. Aha. Nem, elrontottam, az a nem. Az a nem? Tehát jobbra húzok. Ja, amikor beszéltünk, ez már címlap. Amikor beszéltünk a múlt héten, és akkor elárultad ezt az e-mail címet. Mi a kétségtelen? Hadd tegyen már fel az a rohadt kérdést, nyugodjunk meg. Jó, de te ezért fizetést kapsz, tehát hadd hallgassam a hangodat még inkább. Hogy amikor beszéltünk róla, akkor az e-mail fiókodban megszaporodtak-e a jelentkező levelek? Tehát volt-e foganatja annak, hogy mi dumáltunk? Kaptak kuponokat? Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy nagyon sok e-mailt kaptam. Három fontos kategóriába tudjuk sorolni őket. Az első, az első a szépkorúak, akik írtak, akik óva intettek attól, kedves nagymamák, hogy nagyon vigyázzak oda, mert aki ezek után jelentkezik, na azzal nagyon kell vigyázni. Amire miért? Mert ő a testedet akarja, vagy a pénzedet? Nem, az az igazság, hogy aki velem járni akar, az annak engem kell akarnia. Tehát csak úgy a testemet nem dobom oda. Nem lehetne ebből alkudni? Hát figyelj, neked bármit. A testből? Mi az, hogy szép kor amúgy, de nézd a jó oldalát, ki tudja venni a fogsort? Erre én inkább nem minősítek, mert a szép korokat nem hagyom bántani, még neked se, bármennyire zseniális az inged, és isteni, az a baj, hogy úgy látom, hogy férfiben nem volt, de így se rossz. Ebben a mondatban, bocsánat, csak mondtad, hogy szóljak, hogyha egy mondatodban nincs benne a kétségtelen kifejezés. Igen, mindenféleképpen, mert felírtad nekem, hogy az ahogy illik, ahogy kell a kétségtelen, az mindig mondja. És soha el nem múló szeretettel. Igen, van ez a kategória, vannak a szép korok, aki figyelmeztet. Van a másik része, akit úgy mondanék, hogy nem biztos, hogy van mód is lehetőség rá, hogy egyébként ahogy fogalmaznak nagyon szalonképesen, hogy mindenképpen komolyan vette a szándékaimat. Aha. Ez már túl szalonképes, hogy nem értettem. Aha. De jó, fogadjuk el, és van a harmadik kategória, akik bűbájosak, kedvesek, mosolygósak, és mindenképpen szeretnének velem találkozni. Aha. Ők hányan voltak? Egy. Voltak? Ha bár visszaszámom, voltak, 17-en, de bízom benne, hogy most többen lesznek. És volt egy bűbájos, aki azt írta, hogy egyetlen vágya, hogy velem egy jó töltött kürtöst megehessen. Ennyi. Szóval ennél bájosabbat nem lehet. Benne vagy a bizniszben? Melyikben? A töltött kürtösben? Nem. Mi van ilyen? Van ilyen, hogy töltött kürtös? Igen. Akkor most hívnám fel a figyelmét a töltött kürtösnek, hogy van az a pénz, amiért én még elmegyek közösen töltött kürtösözni. Szerintem az Andor azt hitte, hogy ez valami olyasmi lehet, mint a Lucky Pierre vagy a pulykázás, nem? Igen. Ez a töltött kürtös. Tudod, hogy nem tinderezik. Pulykázás! Nem, de hogy nem tudja, hogy mik ezek. De jól hangzik, el tudod kérni egy randi, hogy egy töltött kürtös? Hát legalább egy kicsit beszélgessünk. Együnk már egy kávét legalább, hogy valami. Vagy legalább egy apró croissant. És egy fogmosás előtte se. Komolyan lehet ezt venni, hogy te így keresel magadnak életre szóló párt? Miért ne? Hát most mondd meg őszintén, hát ti ugye boldog párkapcsolatban értek, de nem tudhatjátok, hogy milyen nehéz az ismerkedés. Aha. De vannak emlékeink, vannak, volt ilyen, nem is sem voltunk. Na most ilyen boldogok. Én meg kell, de ti mindig boldogok voltatok, mert tudtátok, hogy ilyen, egyszer boldogok lesztek. Ilyen klasszikus helyekre nem jársz csajozni, hogy tudom, kormányablak elé sorba, vagy a Lidlbe, vagy valami. Tehát, hogy miért kell ehhez az eszközhöz. Ismersz valakit, aki összejött az útlevélpultnál bárkivel is? Ó, hát szerintem egy ideális terep. A francba. Igen, a jogosítvány. Jogosítványt szeretném meghosszabbítani, és egy feleséget. Ja, valaki szondafújás után jött össze azzal, aki megfújatta. Márhogy a szonda. Ez azért nem annyira szignifikáns, nem? Nem, ez a megfújatás, ez jó. Nincsenek sokan. Azért dolgozunk rajta. De szóval hiszel benne? Lehet ebből valami? Persze. Én felhívtam, tegnap mondta az egyik haverom, hogy hívjam fel egy jóst. Ugye rögtön kiderült, hogy mindent ért hozzá. Most ez komoly a történet. Így van, igen, mindent ért hozzá, mert azzal kezdtem, amikor felvette a telefont, hogy halló ki az. Innentől kezdve éreztem, aha, hogy ő az igazi jós. És ő mondta, hogy nagy valószínűséggel, hogy most úgy állnak a helyzetek, hogy a zongorám mellett a kis széke, hogyha rávetíti a napsugára a bankkártyát, akkor ezen a héten megtalálom az igazit. Aha, de a bankkártya kell hozzá feltétlenül. Ezt nem tudom, a jós mondta. Micsoda kost
installáció, nem? Tehát ha összeáll a kis szék, az az érje is, hogy fejlődik, hihetetlen. Ugye? Neked egyéb felületeid nincsenek, amiket ez erre lehet használni? Mert nem mondja a tested. Dombi mutatja, hogy dehogy négy. Nem, a felületnél nagyobb, hát mit akarsz? Nem, ne viccelj, mert én minden farsankor hirdető oszlopnak öltöztem, mert annyi volt, hogy csak egy gurigát kellett magamra tenni. Igen, és akkor 5000-ért eladtad a kis ízék hirdetésnek a helyeket. Azt mondom, hogy felület volt, az nem egy másik volt probléma. Nem, hanem hogy ismert emberként azért nyilván ez egy nehezebb ügy, hogy ha bárkihez te odalépsz, akkor rögtön tudják, hogy ki vagy, azt még nem, hogy mit akarsz, de később az is kiderül, hogy ez a klasszikus módszer, ez nem ment? Hát ez a klasszikus módszer nem. Tehát ez nem sikerült. De akkor benned van a hiba, vagy a nőkben? Egyértelmű, hogy bennem. A nők sose hibáznak. Én megtanultam, nagymamámtól, hogy vagy igazam van, vagy boldog akarok lenni. És ilyen szempontból, hadd legyek boldog. Eddig volt igazad. Most már boldog akarok lenni, tehát hihetetlenül felkészülten ott vagyok a papucskészítő kisiparos GMK-nál. A múlt héten, ahogy beszéltünk, akkor pont elmondtad, ugye, hogy egy étterem teraszán ülsz. Vagy fogsz délután ülni. De ma is elmegyek. Tehát most, ahogy mondod, ma is ott fog ülni. Jó, odalépett valaki? Természetesen, ugye ez a Sas utca 4, egy Budapest étterem, és egy pincér is odalépett. Ha egy pincérnő, annak jobban örülnék. Te az működik még, hogy a zserbóba fennhangon egy szódát kell kérni? És akkor odalép egy idős hölgy? Állítólag zserbóba be kell szúrni magába a sütibe egy villát. Hát ez félreértelmezhető. Szerintem túl elegáns vagy, nem az riasztja őket el, mert én ugye slendrián vagyok, te meg túl elegáns. Valahogy így a balanszot, úgy vagyunk, mint a két Berki. Ugye egyik már túl jó, másik meg túl rossz. Túl elegáns és túl udvarias. Túl udvarias van, hogy sokkal direktebbet kellene kipróbálnod, hogy mit tudom, hogy például ott a Sas utcával kikérsz egy madártejet, átnézsz a másik asztalra, és közben belelefetyelsz a madártejbe, és belenézel mélyen a szemébe. Abból értenek, te túl udvarias vagy, túl szofisztikált, túlságosan is tiszteled, úgymond a nőket. Taníts, mester. De nekem elárulta az Andor. Én boldog házasságban élek, tehát nekem azért már... Neked ez a madár teljesbe jött? Nekem még. Nagyon sokat tud túlbózni egyébként. Ennek a filmesítés jogát megvenném, amikor te a madár tejet a Sas utcába elkezded lefetyelni. Nem is felveszed a kapcsolatot, bocsánat, Dombi mondja. Ja, bocsánat, emlékszel rá, hogy Andornak volt a saját képével díszített offszere? Ő gyártotta le. És nem a saját képemmel volt díszítve, de egyébként... Mi volt rajta? Én emlékszem arra a műsorra. Műsor. Azt mondtad, hordod magaddal. Nem hordom, csak van nálam. Nem hordod, csak van nálam. Más magyart beszélünk, attól tartunk. De akkor ki volt rajta? Tehát az a lényeg, hogy van egy saját óvszere. Azért ez szerintem tökös dolog. Nem saját lerakod... márka, vagy a nem. Segítek nagyon egyszerűen. Igen? Valamikor réges-régen Zúgóerdő közepében ezelőtt 8 éve főpolgármesteri jelöltként azt gondoltam, hogy a szigeten talán erre van a legnagyobb igény, és akkor elkészült egy ilyen óvszer, amire annyi volt ráírva, hogy mindnyájunknak el kell menni. Aha, hogy segítsünk az ott léveknek. Nincsen nálam, ott van az irodában. Hát ez volt azért a kérdés. Ezzel... hogy nem hoztál nekünk. Gyerekek, őszintén. Küldök. Tehát és ezen nagy baj nincs, de az az érzésem, hogy 8 év óta nem biztos, tehát ne használd. De kirakni ki lehet. Mennyi volt maradt rajtad? Nem sok, tehát maximum egy ilyen 20 darab. Legalább engedtél volna vizet beléjük. Nagy sikere volt. Azért egy randit fel lehet dobni azzal, hogy van egy saját óvszered. Ne haragudj. Hát azért szerintem bárki bebukik az asztalán, már annyira meglepődik. Úgy értve. Nekem ez nagyon bejön, ez a saját ez jó, ez tetszik. Hol valami specialitás ennek az óvszernek, hogy mit tudom, hogy csak rád jellemző, vagy csak erre a márkára, hogy hintőporozó volt, vagy ilyesmi. Nagy méret. Jaj, nem kell. Nézd rám. Hát akkor mosogatáshoz még jó lesz. Nem, ha elvágtad az ujjad, az segít. Ja, ilyen gumi új. Aha. Szerintem ez nagyon nagy ötlet. Na de a lényeg, hogy ezzel a 17 hölgyel, aki azt jelezte, hogy komolyak idézőjelben a szándék, hogy felvetted a kapcsolatot, írtál nekik, megbeszéltél velük randit. Ez fog történni, mert múlt héten ugye elhagytam szeretett hazánkat, de visszatértem. Uh-huh. Nem mindenki örömére. Ez mondjuk jól látszik, de ez nem baj. És természetesen mindenkinek írtam e-mailen, kértem egy időpontot. Mindenkivel kell találkozni. Mindenkinek ugyanannyi az esélye. Aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Az esélyeket akarjuk növelni, mert mi titkon azt reméltük, hogy ha már elfogadtad a meghívást, bemutathatjuk ezt a nagyszerű embert, aki te magad vagy, hogy a saját szavaiddal éljek, akkor mi lenne, ha meghirdetnénk a lehetőséget, hogy most itt lehet jelentkezni? Nézd, mivel mondta a kolléganőt, fegyelmezetten felkészültem, hogy azért jócskán kifizettetek nem kevés összeget, hogy előre betervezett telefonhívók legyenek. Így van. Így várom. És ne csak szépkorúan. Így van. Jó, kiket vársz? Tehát, hogy mi az ideális asszonykép Smuk Andorban? Húha. Nagyon nehéz kérdés, de szerintem a legfontosabb az, hogy szeressen. Az összes többi az lényegtelen. Ezek MLD-es hívások lesznek? Mindenféleképpen 90-nel kezdődnek a telefonszámok.
De tényleg ennyi az elvárás? Tehát se szőke, se barna, se vörös, mindegy, hogy hány éves, csak te legyél az ideál. Mióta ismerem a Hajas Lacit, a hajszín nem számít. Ja, Istenem. Kérlek szépen. Örülök, hogy ezt nem én mondtam. Jó, akkor hölgyeim, itt a felhívás, tessék jelentkezni SMS-ben 0676450000, vagy lehet bennünket hívni is a 061-155-5500 számon. Nagyon kíváncsivá tettél. Megtisztelő, hogy legalább téged. Igen, ezt nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki jelentkezik erre a dologra, de hát miért ne lennénk mi egy ilyen társkereső műsor, nem? Hát hadd szóljon be. Olyan szimpatikus, kedves emberről igen, van szó. És abszolút kortalan. Tehát az 50-hez közelítés, ezt nem is tudom hova tenni. Tehát Andor szerintem teljesen kortalan. Uh-huh. Igen, tehát ez már... Bármely, ez már eljött ez a pillanat, hogy megkérdezem, hogy ki mit iszik. Igen, ugyanúgy lehet, hogy is, mint 60-as, persze. Ez már propaganda szöveg volt. Na, de kérlek szépen, hát feddő SMS-ek vannak. Kedves Andor, le kellene fogyni, azonnal lenne komoly kapcsolata. Tessék. Jó, azt hiszed? Hát, nem hiszem. Nem, én így vagyok. Tehát én tartós fogyasztási cikk vagyok. Néha megpróbálkozom, akkor leadok 40-50 kilót, de aztán visszajön. Csomagban van, így kell elfogadni. Persze, így kell van. Elfogadni. Mit nyújtasz te a nőknek? Mit tudsz ígérni? Vagy nem akarsz fölöslegesen? Hát, hogy kicsit felkeltsük az érdeklődést. Érted, a csomagolás az nagyon fontos. Ma már, ahogy mondani szokták, a marketing többe kerül, mint maga a termék. De az azt egyszer, amit tudok írni, ígérni, semmi többet, én nem fog unatkozni. Ne unatkozzon. Csikized. Érezzel. Igen, mindenféleképpen. És részt vett a közös matekolásban. Hát a program megvan. Valószínűleg oda fog ülni melléd a kávézóba. Mindenféleképpen, és mondjuk ma délelőtt még kirakhatunk egy pázolt is. Tehát amit csak szeretne. De romantikus hapsi vagy te? Teljes ez az mértékben. Elkényeztetős, mert amit mi hallunk, meg amit ismerünk, az egy ilyen próbálja bedobni ezeket a kedves kis képeit magáról, ezeket a kis aranyos szófordulatokat. Ugye? Szerintem egy úri ember. Egy igazi úri ember. De a romantika, tehát virágcsokor és ilyenek megvannak, vagy meglesznek? Meglesznek, hát ez természetes, ez hozzátartozik. Hát aki nem tiszteli a nőt, az önmagát se tiszteli. Uh-huh. Istenem. Gyönyörű gondolatok. Na, de ez nem közhely, ez ráadásul igaz is. Tudom, hogy ez nektek, akik boldog párkapcsolatban éltek, mert messze áll, de azért úgy feltenném a kérdést, hogy ki mikor vitt virágcsokrot utoljára haza? Amit nem kapott, tehát ő maga vette. De a figyelmességnek a szinonimája a virágcsokor? Hát mi ez? Nem, csak most ez a kérdés. Tényleg nekünk, akik évek óta élünk egy nő mellett, nekünk kell bizonygatni azt, hogy... Múltkor én vettem a zuhanyrózsát, a számít? Milyen jó fejek vesz? Na, hát szerintem az is szép egyébként. Az is szép. Az szép. De mi történt az előzővel? Én lefolyó tisztító granulátumot vittem. Lefolyó tisztító granulátum. Az legalább annyira fontos egy kapcsolatban, mint a virág, a lefolyó tisztító granulátum. Az, hogy jól menjenek a dolgok, gördülékenyen. De egyébként én például a páromnak születésnapjára vittem virágcsokrot, képzeld el. Mikor van születésnapja? Januárban. Hanyadikán? 30-án. Hibátlan. Tessék, ez 3 pont, meg lesz. Alig jó volt volna. És az a jó, hogy vissza is tudta ellenőrizni. Zseniális. És fejben megvolt neki, hogy a párodnak mi. Alig egy 7 hónapja vitt virágot. Alig egy 7 hónap, hogy elszaladt ez a néhány hónap. A következőre ismét fogok vinni, de úgy érted, hogy egy ilyen kedd este is, tehát bedobok egy ilyen kedd délután, tehát a virágra mindig van idő, ugye? Jól értelmezem. Hát teljes mértékben. De bármilyen más kedvességre. Például, ahogy kiderült, most már tudom, nagyon felhívnám a figyelmét a töltött kürtösnek, hogy... Jó, elég lesz. Hozzon egyet. Milyen jegyű vagy? Hát nézd rám, szerinted? Szűz? Így van. Hát ki más? Tényleg? Persze. Nem már. De hát ez látszik rajtam, jó indulat a kedvesség. Melyik hónapban születtél? Várjál, kiszámolom, szeptember. Tényleg. És tényleg, és tudja. Igen, akkor van a szűz. Aha. Jó, figyeljetek, számomra teljesen megdöbbentő a dolog, de egy jelentkezőnk van. Tehát én magam se hiszem el, de itt pedig van. Ő előre volt kifizetve. Igen, pedig neki szóltunk. Hogy neki szóltunk, hogy kelljen föl. Elfizettünk itt ajándékcsomagot. Ajándékcsomagot kap, jó. Két bögréért bármit mondhat. Betty, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Jó reggelt, kívánok. Miért? Jó reggelt. Betty, miért? Mert csak ennyi a kérdés. Mi tartott idáig? Igazság szerint nekem fontos mondani való van az Andor számára. Na, hát állunk ebből a beszélgetésből. Lehet, hogy ami követelésnek előtték. Mi volt leírva? Nekünk már igazság szerint múltunk van az Andorral. Végre. Hát a jövőnk már így nem nagyon biztos, hogy lesz, ezt rágyon beszéljük meg, igen? Nem olyan komoly. Bár jelezted az elején, hogy nem használ semmiféle ilyen applikációt, de egyébként ott már beszélgettünk körülbelül 2 mondatot, úgyhogy nem is igazán értem, hogy miért lett ott vége a dolognak.
Megszakadt a letöltés. Várjál, most nagyon kíváncsi vagyok, melyik applikációra gondolsz, a jóveled.hu? A jobbra-balra húzós. A jobbra-balra húzósba beszélgettünk? Hát valószínűleg nem válaszoltál, pedig én nagyon örülök, hogy megjegyzem. Megjegyzem mindig azt a kettőt, aki válaszolt, akkor te vagy az egyik. Szóval, ha nem értem a dolgot, csak a lehetőségek ott vannak előtte, csak élni kellene vele. A sírás folytogat, nagyon szépen kérlek, hogy az ideálisféljelölt.gmail.com-ra írj egyet, és ezt én valahogy megpróbálom orvosolni. De ez a legjobb, nem? Tehát jön egy jelentkezés, azonnal utasítja, hogy írjon egy jelentkezést. Igen. Igen. Kiderül, hogy van íráskészsége. Most azért ez egy bukta, mert kiderült, hogy mégiscsak használod azt a bizonyos alkalmazást. Szerintem ez az elején kiderült, amikor tudtam, hogy balra vagy jobbra kell húzni. Nem, azért de odáig oké, hogy az megvan, de hogy ezt te alkalmazod is azért elég. Mindenféleképpen ő a második. De akkor ti nem emlékszel? Hát most már, hogy így mondja, soha nem felejtem el. Te voltál, aki írtad, hogy kellene az új ház. Nem, akkor te kocsis vagy. Azért ez bárkire ráillik, ez a leírás. Ja, Andor, hát most passzolod el a jó. Ilyen mélységekben nem jutottunk el, tehát hogy szerintem a hiatal. Miről beszélgettetek? Ennyi volt? Jó reggelt. Igen. Jó reggelt. Udvarolj már egy kicsit, léci. Ilyen nagy nyilvánosság előtt bármit kérdezni, te szeretnéd, főleg, hogy itt ül négy férfi, tehát abszolút romantikus. Attól ne félj, mi kedves Betty, én innen látom, hogy Andor erre a dolgra rápörgött. Igen. Csillog a szemem. Remélem, hogy egy kicsit most rosszul érzi magát, igen. Teljes egészében rosszul érzem magam, de a két bögrét mindenképpen megkapod. Megígérték. Nem, az a helyzet, szerintem annyira kedves voltál, hogy az, hogy egy nő kedves vele, hogy offenzívnek veszi. Igen, fura. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy sajnáltatni akarja magát, nem becsajozni. Pedig itt mert van, itt a lehetőség. Most ott tartasz, melyik irányba teljes húzod? Teljes egészében a sírás folytogat, de tényleg abszolút sajtántatom magam. Drága Betty, hihetetlen felkészültséggel tegye meg azt a jót nekem, hogy még egyszer akkor behúz engem jobbra. Jó, amit feldob a rendszer, akkor jobbra. Ha a rendszer feldob, azonnal húzzon egyet. Megígérem, hogy jobbra húzom. Jó, csak Andor nagyon kérem, ne ez legyen az utolsó húzása. Na jó van, akkor folytatjátok a felületet. Szépen, így van. Betty, köszönjük szépen. Nagyon köszönjük, Betty, és megy a két póló. Nem szép, hogy te így állsz ezzel. Igen, és én kérlek, Betty, én kérlek, hogy írj egy e-mailt. Melyik e-mail címe? Igen, ideális féljelölt. Ideális féljelölt. kukac.gmail.com. kukac.gmail.com. Tényleg, mert szerintem egy picit kell lökni, csak ott állsz a szakadék szélén. Így van. Egy picit belelökni, és a házasság medréből húszom a boldogságba. Szia. Jó reggelt, Andor, válófélben lévő 37 éves várom a hívását. Sokban hasonlítunk, Gabi. Na mit szólsz? Megtiszteltetés, és ha minden igaz, akkor keresik, tehát nem sokára adásban leszel, Gabi. Igen, te hallom. Igen, hallom, hogy a leggyönyörűbb, tehát igazából ebben a csapatban a leggyönyörűbb, aki a fal mögött áll, és próbálja a ti Facebookot. Van neki férje, csak mondom. Az nagyon helyes, de attól, hogy férje van, és van két gyerek, ettől látszik, hogy nő, attól még tud gyönyörű lenni. Ez teljesen igazán. Na, mielőtt itt még itt csúnyán leszólják, hogy van. Ez olyan, mintha azt mondja, hogy ha van két gyerek, akkor nem lett gyönyörű? De ezt senki nem mondta, hogy ezért nem gyönyörű. Csak rögtön rávágtátok, hogy az összes jelentkezőt lepattintod, egy férjezett, egyébként tényleg gyönyörű. De Andor megmutatta, hogy kell udvarolni. Két gyerekes családanyának meg csapod a szelet. Én hozzád adom, ha akarod, de mit szól az uram? Érted. De nem kell, hogy hozzávanni, de attól még, ami szép, azt meg lehet dicsérni. Én attól tartok, hogy az Andor zavarja a siker közelsége. Bizony. Ahogy haladunk egyre közelebb, októberbe esküvő, de meg vagytok hívva, ezt már megbeszéltük, nyugodjatok meg. Bulit, igen, november vége előtt még egy jó buli. Inkább utána van szükségünk meleg ételre. Jó, akkor megbeszéltük, akkor novemberben lesz az esküvő. Jó, így? Jó, november 20. Na itt van akkor Gabi. Gabi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia! Jó reggelt! Te komoly a jelentkezésed, vagy most zárjuk le, mert neked is van tinderes kapcsolatod a smukkal. Nem, nincsen se tinderes, se egyéb típusú, nem is tudom, ilyen randi, olyan randi, akármi, szóval ezeket az internetes történeteket, ezeket azért inkább én kihagytam ebből a párkeresés című dologból. De hát én most vagyok válófélbe, nyitott vagyok mindenre. Na, kocsiból írtam, úgyhogy így lehet, hogy az SMS egy kicsit rossz. Értettük semmi baj. Nem, azt mondhatok, hogy sokban hasonlítunk, de nem, súlyban hasonlítunk. Na, akkor esetek egymásnak, egy picit beszélgessetek. Milyen fázisban, csak hogy nem menjen tényleg pusztába, tehát a békéltető meg volt már? Nem, hát igazából próbálkozik a bíróság, mert kötelező, mert hogy nekem is ugye van két gerkőcöm, de hát nem tudom. Kisfiú, kislány?
Egy hű, egy lány, hát úgy jár, nem? Látulálok, hát na, hát ez a legjobb, és mérhetetlenül büszke vagyok rád, mert azért kell ez bátorság, hogy betelefonálj és beír. Hát kell, hogy hozzám, hogy velem akar találkozni, az kell igazán bátorság, tehát tényleg nagyon szépen köszönöm a jelentkezést, és le a kalappal, tehát azt gondolom, hogy ilyenkor az ember mindig átlép egy saját magát legyőzi egy pillanatra. Ugye már neki nem kell e-mailt küldenie? Ő neki nem kell e-mailt küldenie, ő nagyon óvatosan vezessen. Kizáró ok az, hogy gyermekei vannak, és elvált. Miért lenne kizáró? Hát most kérdeztem. Tehát olyanokat beszélsz, mint hogyha a nő, akinek szült már egy gyermeket, életet adott valakinek, az onnantól kezdve kettes kategória. Nem, van az egy gyönyörű. Gyönyörű helyzet. Ne forgass ki a szavaimat, van egy csomó olyan ember, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor így nem. De a csomó olyan ember, és köztem ne húzz pár. Hát ó, azért nagyon azért szedd össze magad. Szedd össze magad. Nézd az előnyét, tehát már nem ordít a gyerek. Hány évesek a gyerekek? 10 és 7. Na, ott már fogzás nem lesz. Azon már túl vagy. Viszont isteni az állatkerti sétam. Így van. Nem akarsz tudni valamit Gabiról? Gabi, hát olyan bátor vagy és hős, hogy most már megvan a számod, én magam fogok jelentkezni. Mert a bátorságot azt ahogy mondani szokás, azt értékelem, de egyébként nem akarnak kellemetlen helyzetbe hozni, mert ezek a fiúk egyszerűen elképesztő. Nem, csodálatos lesz, majd ott sétáltok az állatkertbe, elmentek a Vidámparkba is majd? Nem, a Vidámparkba nem tudunk menni, a Vidámpark, sajnos ez olyan, hogy elmentem a Vidámparkba, ott tartottam az előző esküvőt, és bezárt. Most eljöttem ide hozzátok, nem sok esélyt jósolok. Pedig olyan szépek lesznek majd együtt, a két gyerek, meg te. Három volt a cukor a bácsinak, kettő a gyerekeknek. Hát igen, a bácsinak inkább négy. Biztos gyártanak. A négy, tehát innentől kezdve figyelj, válik biztos van már. Kürtös. Igen, plusz egy töltött kürtös, ha már így ez folyamatosan nyomod. Biztos gyártanak már volt a cukrot édesítőszerből is. Igen. Én is arra várok nagyon. De eljön a pillanat. De ez a töltött kürtös, ez egyébként valami szénhidrátbomba lehet, ugye? Az. Te tudod mi az? Már rákerestem, én most hallottam róla, először rákerestem, elég durván néz ki a dolog. Igen, mert ha Pierre Woodbantól hallom, egész más jön ki belőle, de ezt nem tudom elengedni. Akkor fogjad. Ha mégis Gabi a befutó, akkor tényleg mi az első randi helyszín? Csas utca 4. Hát legyen a Sas utca 4, mi baj lehet? Egy Budapesti, már ott ülök. Mi baj lehet, még egy hónapig ingyen eszem. De mi tartoznak egy zsák kávéval? Vagy? Nem, egy lájszólával. Hogy már nem mondjuk több cégnevet. Gabi, köszönjük a jelentkezést, megpróbáljuk. És tényleg gratulálok, mert ez bátorság kell. Köszönjük, és mindenképp írj egy levelet az ideális férjelölt.gmail.com-ra. Nagyon szépen köszönjük. Előbb azt mondtátok, hogy nem kell, mert Andor hívni. Így van, én mondtam, hogy hívni fog, csak eldöntsük nagyon gyorsan. Én magam hívni foglak. Az én a Dombinak Dombina pedig nyugodtan írjál az ideális férjelöltre, majd tovább küldöm. Igen. Ja, jó, rendben, Sas utca 4-nél találkozunk. Figyelj, valamelyikünk asztalá az odaülsz. Majd eldöntöd. Élőben sokkal jobb. Jó, oké, rendben. Köszönjük, hello. Szia, köszi, aranyos. Na, én nekem a szent véleményem, hogy te egy lepattintós csávó vagy, tehát ha én nő lennék, és esetleg lenne valamiféle érzelem irányodban, az előbb halott fél óra alapján ez megdőlt. Igen, vagy legalább várnak másnap. Hát amennyiben nő lennél és megdőlnél. De nem, a vélemény dönt meg, hogy milyen, mert mindenkit lepattint. Ez milyen ember vagy te? Ki van Smukkandor? Van oda bent? Ki az a Smukkandor? Azt hiszem, hogy erre november 29-e után válaszolok ugyanebben a műsorban. Nem, miért? Akkor jön Gabi? Remélem. Dobj be 29, mit csinálunk addig, azzal a 10 nappal, amíg nem leszünk. Andor! De lesztek. Jó. Igen? Igen. Köszönjük szépen, ez megnyugtató volt, hát figyeljetek, egész más a délelőttünk. Nem ígérem, hogy beszámolunk ezután a fejleményekről, mert egy világ dőlt bennem össze, te mindenkit lepattintasz, ha megvan az ideális jelölted. Érkezik neked, az esküvői meghívó. Akkor várjuk nagyon az esküvői meghívó. És nagy szeretettel várok benneteket, nagyon és köszönöm, köszönöm, hogy itt lehet. Nagyon szépen köszönjük, és vigyázzatok egymás feleségére. Igen, és a sajátokra. És a gyerekes anya még jó nő. Köszönjük szépen, 7 percen múlt egy fél 9 jövünk a hírek után.
3:49 múlt egy perccel, csak közben sztoriban voltunk, de nem volt annyira jó a Dombi mesélt, hogy érdemes legyen adásban. Viszont az annyira... a kerületnek a Hancunájnak, akik az előbb szívták a fogukat az AC/DC miatt, hát visszatértünk. Visszatértünk a főcsapás irányba. Jó, jó is az. Mi az a Szia-dal? Szia. Jön most a Szigetre, úgyhogy megnézzük. Azt nem ígérem, hogy a szeméről beszámolok nektek, mert ide az a jellemzője a nőnek, hogy idáig, az orráig ér a haja. Ismerem, de tök jó, hogy tud magyarul köszönni. Tehát a, Szia. Igen. Hogy hívnak Szia? Ki vagy Szia? Ez olyan, mint kedves Ferenc, ugye, aki még sose kapott olyan levelet, ahol rendesen megszólítják. Igen, mert fura lenne. Igen, tisztelt uram. Tisztelt kedves Ferenc. Tisztelt kedves Ferenc. A Szijának nagyon jó hangja van szerintem. Oké, értem, AC/DC is rock vonal, de szerintem a popban ő egy egészen jó vonal. Szia, a lányom kifejezetten kedveli, és neki elég jó ízlése van. Szerintem. Te hiszem. Nem mindenhol érteszel egyet, de szerinted nézd, azt gondolom, hogy te miután a pop, magyar poppiacra betörtél, te most már nem kóstolgathatsz senkit, hogy énekel, meg milyen a dala. Nem, abszolút, hát már csak dicsérni lehet. Tehát én igazából bemegyek a fősodorba, úgy érzem. Tehát én innentől kooperálok. Mi is ez? Nemzeti Tropical? Hungarian Tropical. Ja, igen. És esetleg a Szia, a Magyar Nemzeti Tropical. Magyar Nemzeti Tropical. Nem, és a lemezeim dohányboltokban lesznek kaphatóak, persze. Na az a lényeg, hogyha ez esetleg Szia, Szia kiadója hallja, esetleg egy Szia Pop Monsters duett bármikor. Tehát anytime, anyway. Én gondolom, hogy lenne rá egy kép. Húha, jelentkeznek. Ú, de bejövök majd. Az biztos. Akkor tényleg, akkor jogosan hívunk meg. Lesz még ilyen. Gyerekek, ez csak a kezdet. Jég a csúcsa. Viszont a rajtad kívül vannak azért fontos történések a világban is, a pop karriereden kívül. Na. Mit szóltok ehhez, hogy kiszabadítottál? Andor, ja? Nem akarok róla beszélni. Nem fél, mert attól félünk, csak amit ismerünk. Jogos. Hogy kiszabadították Eccleston bácsi anyósát, Bernie anyósát. Hát többé-kevésbé azért számítani lehetett rá, hogy itt van egy hatalmas ember, aki nagy hatalmú, aki politikusokat, aki milliárdosokat ismer, aki irgalmatlan pénzmennyiség felett rendelkezik, és ugye a biztonságpolitikai szakértőnkkel a múltkor beszélgettünk, és akkor így azt mondta, hogy Tarjani úr is, hogy hát lehet számítani rá, hogy visszafélésül el a fegyver, és azokat fogják levadászni, akik levadázták az anyost, és hogy előbb-utóbb elcsípik őket, és valójában ez is történt. És nagyon fogják bánni, hogy és ez nagyon a gondolat bánni. Valaha is megszületett. Egyébként ez nyilván ez komoly dolog, és nem is szeretnék vele viccelődni, de gondolj bele Magyarországon, tehát ez a telefonhívás hogy sülne el, hogy jó napot, elraboltuk az ön anyósát, ennyit és ennyit kellene visszafizetnie, hogy visszaküldjük. Tehát hány magyar ember csapja le a telefont, hogy kedves mama, hát, igen, Madarilló. Ő nagyon rendes, hát, aki az anyósát képes visszaszerezni, az egy rendes ember. Csodálatos. És hajlandó. Hát nyilván elsősorban a barátnője miatt történt a dolog, mert hogy nyilván neki okozta nagyobb fájdalmat. És láttátok az elkövetőket? Két, szerintem ilyen 20 év körüli ember. Igen, se volt feje. Igen, az normális, tehát normális embernek ez nem fordul meg az eszébe, szerintem, hogy Bernie lesz. Tehát ha ember rablásra vetemednék valaha is, akkor pont azt kerülném el, hogy ilyen nagyon nagy embernek a rokonát vagy magát, mert tudod, hogy ő az, aki mindent meg tud mozgatni. Igen. Pénzben, kapcsolatban, bármiben. De innen is tudták viszont, hogy van fedezet. Tehát, hogyha Kovács Jánosnét idős özvegy Kovács Jánosnét elrabolom, nem biztos, hogy bárki ki tudja fizetni azt. Viszont hát ők már így gondolkoztak, tehát volt némi kis monetáris gondolkodás benne. Bernie Eccleston, oké, nagy ember, viszont tuti ki tudja fizetni azt a pénzt. Szerintem ez is egy vonal. Hát, ha tudjuk, hogy van benne monetáris gondolkodás, akkor azért sejtjük, hogy ki is tudják srácot, fizetni. Már kevés unokatestvére van az illetőnek, akire gondoltál. Igen, és akkor ki van mögötte, ha már monetáris. De azért, gondoljuk be őszintén, félelmetes dolog ez. Tehát, hogy a múltkor is beszélgetünk erről, és felvetődött ez, hogy amikor ugye elrabolták, akkor lehet, hogy nem is tudták, kik itt rabolnak el. Láttak, hogy ott van egy szép ház, ott van egy csinos idős asszony, aki nagyon szépen él, nyilván van mit a tejbe aprítani. De amikor valaki oda ment hozzájuk, hogy felhívta őket, hogy Juan Pedro, nem tudom mi, tudjátok, hogy kinek az anyósát rabolt, tehát kinek, Bernie Eccleston, ki az? Na itt a baj. Aha. Vagy hogyha Bernie visszakérdez, hogy a rafkós, hogy de idióták vagytok, véletlenül a bejárónőt vittétek el. De egyébként maradhat. Arra gondoltatok, hogy amikor ez nekik leesett, hogyha tényleg az van, amit most a Jani mondott, hogy nem tudták, hogy ő az anyós, azt hitték bejáró, tök mindegy, azt hitték, hogy egy embert elrabolnak egy szép házból, és majd pénzt. Hogy akkor mit csinálsz, amikor ezt megtol, amikor leesik, nézed a híradót, kapcsolgatod, Brazil egy, Brazil kettő, nem tudom, szappanopera, híradó végre, elraboltak Bernie Ecclestone anyósát. Te figyelj, ki lehetett ez a hülye, aki ezt megcsinálta? Hülye vagy mi? Mi?
Szóval annyira ismerős az a néni. Ja, ott van a pincébe. Aha. Mit csinálsz vele? Felhozod, megeteted, megfürdeted, és adsz neki pénzt taxira. Igen, haza, mert nyilván hazaküldöd. Gyorsan hazaküldöd. Egyébként én hazaküldtem volna. Ez nem lehetett random, szerintem ez egy megtervezett dolog. Persze, volt. Hát, igen. De... Jó, de ha eljátszunk a gondolata, hogy tök véletlen volt. Az meg mi már, hogy hazaküldött közbe. Tehát akkor... Hát menekülsz ember, hát tudod, hogy ki fognak nyírni, hogy tudni, hogy te leszel az a lúzer, az a balek, az a hülye, akit el fog kapni a rendőr. Én elbeszélgettem volna az anyóssal, mégiscsak anyós, tehát azért jó, nektek is van anyósotok, de azért az anyós és a vej között mindig azért kell, hogy legyen ez, mint a kutya meg a macska, tehát egy pici szálka. Én elbeszélgettem volna az anyóssal, kiszedtem volna Bernie-ről valamit, bármit, és a végén megdumáltuk volna, hogy az anyós közösen visszamegy, és felezünk. Aha, aha. Tehát közösen zsaroljátok Bernie-t. Remek ötlet. Egy apró részletet mondanék az elmúlt hét történéseiből, amikor a rendőrség felhívta Bernie bácsit, hogy hát akkor ők nagyon elkezdik a nyomozást, meg akkor nagy erőkkel, és higgyel Eccleston úr, hogy amit lehet, mi megteszünk, akkor Bernie első mondata az volt, hogy küldjem el a saját embereimet. Nem tudom, érted el a sorát, hogy neki van egy, hát, hogy neki van így készenlétben egy ilyen csapat, aki ilyen saját, esetekben bevethető. Gondolj bele, hogy ott kávéznak folyamatosan a konyhába, néhány ilyen kevlár mellényes ember, és bekiabált, hogy gyerekek, akció van, mert a kedves mamát elrabolták, és akkor gyorsan... Ők a levegőbe csapnak, végre betáraznak és mennek. Végre van valami, amit... Kellemetlen. Figyelj, hogyha nagyon gazdagok leszünk, szerintem mindenkinek az, hogy legyen egy gyors reagálású egységed otthon, az olyan, mint egy mosogatógép. Vagy egy elrabolható anyós. Ah, igen, az van. Az kérdés, hogy visszaszerzed. És ez egy olyan szituáció tényleg, amiből nem lehet kijönni jól. Nem tudod megmagyarázni a helyzetet. Azért ez ijesztő. Valaki mondjuk rá lehet terelni a gyanút, például a smukkandóra, ő kedvel a szépkorúakat. Ugye ő volt. Megvan egyébként a két hapsi elkapt, vagy élnek még? Megvannak, élnek, persze. Hát vagy nem tudjuk, régi a hír. Igen, láttad a madzagokat, amivel mozgatták. Jó vastag 30-es damillal mozgatták őt. Nem tudom. Tehát igen, rosszal kezdtek, az biztos. De amúgy ijesztő dolog ez, hogy bárkit elraboltnak. Nem új keletű dolog ez. Szerintem, nem tudom, Bernie bácsi milyen habitusú, de az is lehet, hogy így, hogy azért nyilvánosság elé került, elengedi a dolgot, és örül annak, hogy a kedves mama ismét csinálhatja otthon a töltött kürtőst. Nagyon bejött nektek. Töltött kürtős, hát ez deréjes. De és láttátok, hogy akármiről beszéltünk Andorra, nő kapcsolat, semmire nem csillantult fel a szeme, de a töltött kürtőse mindig egy ilyen atlantiszi csillogás jelent meg a szemében. És ez is tök jó, mert az étel öröm forrása, én csak tudom. Tehát valami legyen már, aminek tud örülni szegény. Nem értem a hapsit, de mindegy. Fura volt, tehát ha én tényleg akarok magamnak feleséget, egy 50-hez közel, akkor egy ilyen fórumot azért, ami mi vagyunk, simán megragadsz. Nem, hogy azt tuti, hogy ha megérkezik a csaja randira, egy töltött kürtőst vigyen. És akkor szerintem Andor szívéhez közelebb lehet kerülni. Így van. Ezt a legnagyobb jó indulattal mondom. Vagy ne menjen el. Vagy küldj el faxon. Én szerintem annak örülne a legjobban. Ne, biztos nem. Zavarba hozná, hogy szerintem a találkozás. Egy ilyen Robin Schulz randi, ugye, hogy nem jön el a megbeszélt időpontra. Megmutatom hamarosan a beugróját a hármasugrásnak, mert ez a játékunk még mindig van. Dombi, egy éve voltál nálunk körülbelül, ugye. Igen. Akkor is nagyon szeretted, mondtad, hogy nem érted ezeket a kérdéseket, minek, de az ajándék az mindig jó jön. Én ugyanígy vagyok vele, én csak nézek, amikor jön egy filmes kérdés. Nehezek? Hát, szerintem a mai az egyes kérdés az azért erős. Nem, hogy összerakott történelmileg, átrakott századra. Igen? De nem, nekem jó. Se baj. Se baj. Van benne rock? Legyen így. Nem, nincs ebben. Rock nincs benne. Előtte fontos info, az M5-ösön Kecskemét felé a 31-es kilométernél teherautó az árokban. Ilyenkor mindig van nézelődő. Tudod, aki lelassít, de nem áll meg, nem segít, tehát simán tovább megy. De ebből lesz a dugó. Ebből lesz a dugó, meg ebből lesz még a baleset, meg aztán gondolom, hogy jönnek rajta segíteni. Trafi M86-os 103-as kilométerénél a felüljárónál Geritől kaptuk ezt, és Kistarcsán a 3-as főúton normál forgalom. Ja, köszönjük szépen. Annak is, aki bekékezte, szépen ráfutottam. Azt mondja, hogy a most következő dal részletekből kettőt vagy két előadót kell megnevezni. Te csináltad. Aha. Hát ez 5-ből 6. Te voltál, igen. Zsül? Ezért a főnök levágja a kezed. Azért megmutatom még egyszer. Domi, neked mennyi van meg belőle? Hát Geszti nem volt benne. És te se. Én se. Nem volt Popmaster. Nem lesz Popmaster-es? Ha olyan lenne, csinálunk egy. Jó. 2 megvan amúgy nekem így fejbe.
0-76-45-00-00, ez az SMS szám, 2 darab előadó vagy dalcím, jöjjön, és akkor a következő órában hívunk benneteket a játékra. Előtte azonban érkezik Juliska, ami Julcsink, ami megfigyelünk, ami szemünk, az a nő, aki elmegy tapasztalatért, nem tudom, lingammasszázsra, olajos beöntésre, és amit el tudsz képzelni, már mondjuk rég volt ilyen sikamlós témája, ahol föl-föl sziszentünk. Az olajos beöntés, az csak egy példa volt, hogy egy konkrét? Nem, tényleg. Erre is emelik szemre azt, hogy de egy kíváncsi lennék a részletekre. De egy csomó mindent megcsinál, ami kedvünkért, meg saját érdeklődésből nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ma mit hozott nekünk, 9 után kiderül. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 perc elmúlt 9 óra. Nagyon szép reggelünk van, ami az időjárást illeti, ami a smukkat, az nem, de mindegy. Napsütés lesz kis felhősödés, kis esővel, valószínűleg záporok, zivatarok, 26 fok, tehát ideális a nyaralásra. Elinduló idő, azt nem mondom, hogy most a Balcsi parton van, annak felhőtlen a boldogság, de van egy csomó egyéb program, mindig azt szoktam mondani, és biztos, hogy ebben támogatóra találok. Jobb oldalon, bal oldalon, nem tudom, hogyha már elmész nyaralni, hogy ez a legnagyobb hülyeség, hogy kifizetsz egy rakat pénzt, és ülsz bent a szálláson, és szomorkodsz, hogy te most nem tudsz napozni a parton. Igen, fura módon egyébként a Balaton északi még déli partján élnek akkor is emberek, amikor nincsen szezon, és ők valamelyet. Ez legenda. Aha, igen. Szerinted senki. Ülnek egyszer voltam decemberben ott fellépni, és nem jött el senki. Nem, működik ez így. Még németek sincsenek a Balatonnál, nem, hogy magyarok. Viszont lenne egy személyes kérésem, most ez nagyon komoly, hogy légy, hogy az M7-es van valamiféle torlódás Budapestről le a Balatonra, vagy fel a Balatonra, mindegy, ne sértődjön meg senki. A megfogalmazás miatt az írja már meg, legyen kedves, mert a családom megy le, és szerintem egyébként a családomon kívül még nagyon-nagyon sok embert érdekel ez a dolog. Szóval, hogy mi a helyzet az M7-esen? Nincsen egyelőre, M5-ös Kecskemét felé 31-es kilométernél van egy baleset, 71-es Keszthely felé Badacsony után full KPM, Szabadbattyán és Székesfehérvár között baleset egy étterem közelében. Ez nem annyira jó. Az a 7-es út. Ja, szerintem. 7-es út, akkor nincs vele gond. Igen. A helyszín is alatt teljes út zár. Kalocsán a Miskei úton magányosan parkol egy zöld Lada Niva benne, a mindent látó nagy szemmel. Csekkmentes napot. Széne a WC papír árus, kedves ismerősünk, aki egyszer meglátogatott bennünket. Van még a tekercsekből? Nem, használtuk. Figyelj, olyan mennyiségű budi papírra lájtottad a széne az egyik kitelepülésre, hogy így tök nem... Jó arc van. Ez, figyelj, ennél hasznosabb, praktikusabb ajándék nem sok van. Így van. Őszintén. Hát sőt, azt visszatekered és újra fel lehet használni a másik oldalán. Nagyon. Még a 4-esről egy hír a 104-es kilométernél a Szolnoki kerülőn, kamion és személyautó plusz lámpaoszlop csúnya, írja Erika. Ott mindig van valami sajnos. Hát az igen. Én lakhelyem környékén van, és az egész elkerülő, szó szerint elkerülő, egy hatalmas ív. És beláthatatlan, és egy idő után mégis előzöl. Igen, de tudod miért előzöl, mert megy valaki 40-nel. Jellemzően inkább kamionok mennek, és kamionsorok, amit nem, tehát egyszerűen lassú, nem tud 94 gyorsabban menni. Na jó, de nem is kell, tehát ha 90-nel megy, az a nagy baj nincs, mert azt hiszem ott nincs, nem lehet gyorsabban menni. Normális, hát vannak 110-es szakaszok azért benne, de sose készül el. Tehát, hogy értem az előzési szándékot, meg értem, hogy sietünk, de azért ott végig lehet menni 90-nel, de ha 40-nel megy valaki, akkor persze, hogy megelőzik. Erről teszem, amíg nem 40-ről szól, hanem ugye 250-ről, hogy Berki Krisztiánt rabosították, már van erről valami? Nem, semmi nem érkezett. Pedig biztos, hogy valaki fölnyomta. Éjszaka, egy éjszakai felvétel jelent meg az ő Instagram oldalán, amikor is az M7-esen, és ráadásul ugye oda is írta, plusz Janival megnéztük, azonosíthatóak a kék magyar táblák, plusz a Budapest felirat, az sokat segít, ha valakinek vannak kétségei, hogy ez Németország, vagy nem, mert nem az, és ott 255 km/h egy jó minőségi személygépjárművel ment a fiatal ember, ami önmagában akár mondhatnánk azt, hogy ha ezt egy pályán csinálja, nem baj, viszont előz meg autókat, tudod, ahol családok ülnek, ahol egy kicsit fáradtabb és közben beszél egy kamerába. És ezt ő maga ki is rakta nagy büszkén. Ki, Langosba.
Az a baj, hogy ilyenkor hát hogy normális emberek is megsérülhetnek. Így van, persze. Na, hát tehát, hogy hülye. Tehát mindenki azt csinál a saját életével, amit akar, de másokét ne veszélyeztesse, főleg ne barom okok miatt, hogy lássuk, hogy most ő milyen tepsin ül. Tehát teljesen felesleges. Értjük azt, hogy számára más jelent a menőség, meg számunkra is más jelent a menőség, de hogy ennek semmi köze szerintünk ez a szegmenshez. Itt ez egy óriási felelőtlenség, és semmi jó felség nincsen benne. A legkevésbé sem. Annyi mindennel lehet értelmetlenül csillogni. Tehát ne azzal csillogjunk már értelmetlenül, hogy mások életét veszélyeztetjük. Tényleg, hát tényleg rakjon ki egy képet egy rúdalózóról, vagy kenjebe magát. Rókálja az intelligenciájával és a műveltségével. De ahogy hallod, amit a Dombi mondott, hogy a teljesen értelmetlen csillogás itt nem, van. Én nem akarom ezt bántani, én nem ismerem, csak azt mondom, hogy tényleg hát sokan hallgatnak minket, tehát a saját dolgaival szórakozzon, nem máséval. Viszont jó hír, János, M7 Balaton felé jól járható trafimentes keneség, Norbi. Nagyon aranyos vagy, Norbi, köszönöm szépen. Meddig mennek? Utána egyel? De úgyhogy ki tudja, hogy ott még van kedv, van, ez viszont egész biztos, is elmúlt 9 óra, úgyhogy megérkezett a mi Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli! Aliha, jó reggelt! Szia! Hello! Szia, Juli! Mi a helyzet? Jó, ez az ing. Igen? Utána odaadom, csak még... Mi a hallgatod a smukkot? Mi a váltok? Nagyon fura baleset történt. A deosztikkem a jobb hónajamnál fogyott el reggel, és a balra nem jutott. Még pont ilyen sose volt. És pont ott ül a Juli, mi? Igen, igen. Hát az... Jaj, jönnek a feromonok. Ettől a feromonok szabadulnak fel, így is lehet mondani, igen. Hát nagyon jó. Azért tök jó, hogy azért jó, ha smukk itt van, hogy utána én is tetszek mindenkinek. Egyébként. Egy viszonyítási alapnak jó. Én tényleg jó. Nem akarom tovább sorozni az Andor, de hát megdöbbentő volt a különbség kettőtök közt. Az Andor nem csinált soha végig ilyen nagy fogyasztó programokat? Vagy de soha nem dolgozott volt ő együtt a gurúval szerintem. A gurúval? Igen, a Norbival. És valahol megbicsaklott, elakadt ez a történet. Hát valami dolgozta, mit tudom én. Hát már a Norbival mindenkivel dolgozott együtt. Az Andor az így kerek. Aha, igen. Figyeljetek, egyébként tudjátok, hogy most hol ment? Nem. Jegyet osztani a szépkorúaknak. Milyen jegyet? Adjál már. Mit? A Mátyás templomba. Aha, az jó. Én már látom, hogyha megjelenik egy ilyen hír, hogy éjszaka kiraboltak egy töltött kürtős bódét. Andornak remélem lesz alibije, bomba biztos, sziklaszilárd. Igen, biztos, hogy ő volt az. Julikán. Olajos beöntés. Olyan sok mindent csináltál. Olajos beöntés, én nem tudom, olyan vad egyáltalán. Nem hangzik rosszul. Szerintem, ha kéred, megcsinálja. Nem, soha nem volt. Azért az baleset veszélyes. Hát attól függ, ha rajta ülsz. Még inkább a sima beöntés. Tehát, hogy azért, ha hason fekszel, akkor nem? Belülről kiolajozni, vagy illetve beolajozni. De könnyebben jön ki. Olajozottan mennek a dolgok. Az igaz. Ja, Isten. Szóval olajos beöntésen nem voltam soha, senki sem maradt le semmi. És hol voltál most, avagy most mi nem, a várj, nem történés? Voltam még, nem voltam sehol. Tudok egy extrém helyet, Sas utca 1. Oké. Hanem arra gondoltam, hogy itt van 3 potens férfi, és hogy az elmúlt néhány évben sokszor tanúbizonyságot adtatok arról, hogy mennyire jól ismeritek a nőket, a lelküket, a működésüket, a testüket, ugye milliószor volt már erről szó, és arra gondoltam, hogy összeállítok nektek egy kis kvízt. Na! Úgyhogy várjatok, be is hozom. Ilyen szó szerint összeállítottad, úgyhogy asztalon van? Húha! Figyelj, Juli egy ötszörös. Jaj, de jó! Egy óriási... Ez a rég legyen jó. Is millió, most emlékeztet, ott vannak a témák és hozzá a pontok. Igen, tehát van... Témakörök vannak. Női cuccok, ez meg mi a franc, ott majd képeket mutatok. Jó. Ha megindul a föld, nő a csúcson, hát ezt értsétek, hogy akarjátok. Aha. Igen, azt értem. Női játszmák, a női játszmák az egy erősen szubjektív kategória, tehát ott vagy elfogatom, vagy nem. Aha. Ki nevet a végén? És a szeresd a testem, az pedig a női testtel kapcsolatos kérdés. Azt szeretjük, ott 5000 pontunk van szerintem a szeresd a testem. A lényeg az, hogyha elfúrjátok, ha nem jól válaszoltok, akkor veszítitek a pontot. Tehát lehet, hogy mínuszból indultok. Figyelj, ez nagyon jó. Ez jó. Nagyon jó hangzik. Várjatok, előveszek egy tollat, és akkor írom, hogy ki hol bicsaklik meg. És választhatunk?
Szeresd a testem 5000-ért. Szeresd a testem 5000-ért egy fantasztikus szlogen is lehetne, nem? Ezt te találtad ki? Hát, hogy jól lett az eredeti játékot, azt ismerjük, tehát valahogy valami hasonlót már láttunk, szerintem. Csak valamelyik, ott nem parafatáblán volt. Nem parafatáblán volt, nem volt ennyire csinos a műsorvezetőnő. Másrészt meg a kérdéseket is te írogattad? Igen, tudom, hogy ez neked annyira nem, mert minden nap is legalább három ilyen. De nem, akkor egy nem, le a kalappal, ez tök jó. Lesz benne rock? Az nem. Viszont arra kérnél titeket, hogy... Lesz benne metal, lesz benne krémesek is várok. Ugye egy csomószor van az, hogy én sose értettem, de aztán valaki elmesélte, hogy minden ilyen vetélkedőben, csomószor van az, hogy tudod rögtön a választ. Igen. De soha senki nem mondja meg a választ. Hanem hosszan, cirádásan elmeséli, hozzáfűz, elmondja, honnan indult, és mit tud róla, és utána mondja a helyes választ. Tehát, hogyha van ilyen kiegészítésetek, akkor nyugodtan mondjátok. Azt tegyük bele. Jó, kiegészítjük. Na, füledre súgja. Igen. Választok. Kezdek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Egyet választ. Szeresd a testem 5000-ért. Vagy azt te mondod meg? Rögtön a... Ne vál, 1000-rel kezdjél. Jó, szeresd a testem 1000-ért. Az egy nagyon akció. Na. Oké, figyelj. De ezt nagyon szereti 1000-ért, vagy csak kicsit? Ez nem egy, csak picit ez nem egy túl nehéz kérdés. Na. A nőknek melyik az a testrésze, vagy szerve, amely akár az 500-szorosára is képes megnőni? Szatyor! Kézitáskájuk. 500-szorosára, várjál. Na? De ez valami ilyen sikamlós dolog? Lehetne tiktakolni, mert itt fogunk ülni holnap. Nem, ennyire tiktak. Én nem vagyok ennyire talán. Melyik az, ami 500-szorosára képes tágulni? Igen, 500-szor. Nem megnőni, nem tágulni. A szájuk. A francokat, na, jó van. A méhük, tettők. A méhük, tényleg. Hát gyerek meg vagy otthon női méhben. Hát, hogy is mondjam. Hát ez annyira kellemetlen. Egy 500-szoros gyerekkel még nem találkoztam, és hagyjuk már megint az Andort. Na, Dombi, mínusz 1000. A francba. Mi van, mínusz 1000? Azt hittük, hogy csak simán nem kapja meg, Júlia, ne? Nem, hát gyűjtjük itt a hátrányt. Nagyon jó. És a végén készpénzbe adok el a Júlinak, hogy valamit keressen ő is. Mint a diákitelem. Kell a november után időkre is. Jó. Te jössz, Feri. A női cuccok, ez meg mi a franc 3000. Oké. Ugye csomószor van az, hogy volt már olyan egyébként, hogy elmentetek egy idegen nőhöz, ez nektek régen nyilván, de bementetek a fürdőszobába, és egy kicsit bekukkantottatok a fürdőszoba szekrénybe. Hát oda is. Aha. És a fejemben is fiókba. Aha. Én azért találtatok csodákat? Én a bontatlan tusfürdőket elhozom ilyenkor. Van legyen valami hasznos. Szóval ott azért az ember talál ám furcsaságokat, amiket nem feltétlenül tudja, hogy mi a túró. Szerinted ez micsoda? A rohadt életben. Ez egy fekete gép, aminek a nagyobbik vége az nyitható. Ki nem mond? Hajvasaló. Na? Hajgöndörítő. Igen. Hát akkor haj. A haj meg. A haj meg volt, igen. Ez beszippantja és begöndöríti. Na, a hajat. Én ezt jól adom magam. De csak nem vasaló, hanem göndörítő. Igen. 500. De te most kivel vagy? 500 Feri. Nem, 1500. Kaptam. Én a 3000-eset értem. Ez a 3000-es kérdés volt, hát adjunk rá 1500-ot. Jó. Na, testvériesen megosztozunk. 1500. Írom én, Júli, jó a izike. Nagyon megköszönöm, szóval Dobbi mínusz 1000-rel van, te meg 1500-ban. Jó, én helyrehozom. Én rámegyek a nagyobbak. Picit hiányoznak a szignálok meg a tapsok, de egyébként eddig nem rossz. Azt mondja, hogy női játszmák 1000. Női játszmák. Én nem vagyok ennyire bátor. Ezek azok a tipikus női játszmák, amit az ember napi szinten találkozik. Jól áll rajtam ez a ruha? Figyelj, párod a tükör előtt méregeti magát. Igen. Mi a helyes válaszad a szerinted hisztam kérdésre? Igen. Szerintem igen. Nincs rá helyes válasz. Szerintem mínusz 1000. Ez az. Azt a mindenit. Hogy? Te megmondod a módnak, hogy felszeretszélok. Gyerekek, ez a helyes. Nincs jó válasz. De jól áll. Na, itt van. Jó van, plusz 1000. Tök jó, mert tőlem senki nem kérdezi, meg csak rám néznek. Ők nem kérdés. Hisztál. Azért kérdezi meg, mert ő látja magán, hogy hízott. Tehát, hogy biztos, hogy a kérdésnek ez az oka. És jó, persze, ebben a pillanatban azt kívánja, hogy azt mondja, hogy de, hogy is szivált, sokkal, hát, csodás vagy, szebb vagy, mint amikor összejöttünk, a top formádat nyújt. Nem, nem igaz. Igen, híztál, de jól áll. Ez az. Jó. Van az a régi duma, hogy az önfele... Klasszikus békebeli vicc, hogy az önfelesége megőrizte a fiatalkori alakját? Megőrizte, meg is duplázta. Jó, Dombi, egy 5000-es most már vállalj be. Jó, egy másik témába indulok. A megindul a föld, azaz a nők a csúcson, ami szerintem igen. Legenda, de egy 3000-essel én kérdezek, jó? 3000-es? Igen, mert 1000 mínuszban vagyok. Oké. A nők hány százaléka képtelen a gyönyörre? Na jó, De hány százaléka képtelen? Uh-huh. Fizikai okokból? Hát fizikai okokból, lelki okokból. Mindössze 10 százalékuk. 10-20 százalékuk. Ez az!
az, így köszönöm is van. Köszönöm szépen. Bármit csinálsz, nem tudom. Nagyon remélem, hogy nem csak igen. őket ismerem. Te durva. Akkor 2000 pluszban vagy, Dombi. Eddig te vagy elől. Eddig csak berakozott össze a sors. Talán nem. Feri? Szeresd a testem 5000. Szeresd a testem. 4, új, nem merek. Már alkuszik. Oké. Hány napos egy női ciklus? 28. Ez az. Hát te gyerekem vagy. Hát tudom, hogy akkor van jó nekünk, érted? Azt mondja, 4000, 5500. Engem semmi nem szokott megállítani. De mi lesz utána? Megint jön egy glamour hétvége? Jani? Jani? Jó, azt mondja, csak elég érzékeny női test kell hozzá. Azt mondja, hogy nem kell feltétlenül levetkőzni. Az 3000, női játszmák. Nem, az már voltam. 2000, megindul a föld, nők a csúcson. Nők 2000. A csúcson. 2000. Szerinted a nők hány százaléka néz igen. titokban pornót? Azt mondja, hogy titokban. Szerintem titokban. Aha. Ja. Nyilván sem szerintem senki. Azt mondja, szerintem 15%. Titokban, te hülye vagy. Titokban, nem tudja senki. Nagyon kevés. Hogy? Nagyon kevés a 15%. Titokban. Titokban. 70%. Nők hármelyeden néz titokban. Ah, 70 az jó, tapsa. 75%. És miért nem meritek vállalni, Juli? Miért nem meritek vállalni? Nem, miért az, vele? Nem, ők azt várják, hogy a végén házasság lesz. Igen, és ebből hány vallja be? 70%? Ha igen. Az ilyen filmekben is felhúzzák a gyűrűt, csak az rezeg. Szóval hazamész Mónikához, lehet, hogy éppen aha. valamit. De ő ja, amikor lecsapja a laptopot, nézik. Akkor nem egy új órát igen, nézik. És akkor gyanús, az Excel táblázat nem lenne ennyire titkos. Aha. Igen. 3000 Janinak így a 2000-rel meg az 1000-rel. Dombi? Dombikám? Éjjövök. Várjál, csak nem látom a táblát, pillanat. Jaj, te már. Uh-huh. Legyen. Figyelj, női játszmák 5000-ért, tényleg. Én bevállalom. Kemény. Valós, hogy gyerek így nyomja. Persze. Párod este tévénézés közben felveti, hogy szerinte szükség lenne új színre a kapcsolatokban. Arra gondolt szívesen bevenni a szomszéd fiút harmadik. Aha. Én azt mondom, inkább kifesteni a nappalit. Igen. Mi a kérdés? Megcsörögjetek rá fel. Hogy erre mit reagálsz? Harmadiknak bevenni a szomszéd fiút. Aha. Ott lehet, de a konyhába. Zseni. Tehát rámegyek az apró betűre. Igen. Tehát adok is, meg nem is, az okos lánya mesélve. Új színre kapcsolatban elkérem Julitól a pákhoz. És a kérdés az, hogy ez oké-e vagy nem? Nem is az, hogy oké-e vagy nem, hanem hogy mit nyilván bevállalnád-e, hogyha az asszony nagyon szépen kérne rá. Nem. Jó, megadom az 5000-et. Köszönöm. Mi? Erre az 5000-et? Én a Dombival vagyok. Látod? Tehát itt, ha azt mondom, hogy igen, akkor lehet, hogy nem kaptam volna. Nézd, meg. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ez egy annyira nagyon szélsőséges szituáció, hogy ezt a, szóval, hogy ezt nem lehet zokon venni, hogyha erre azt mondom, aha. hogy nem. Az a durva, nem szól előre, és észreveszem. Ugye? Igen. Még ott valaki. Nem kérdeztem, de legalább hárman leszünk. Ferikém, mondjad gyorsan. A női cuccok 5000. Na, tudtam, hogy ebben jó lesz. Legyenek a nagy dolgok. Na, figyelj, a nagy dolgok. Aha. Már megint mutatsz valamit? Hát női cuccok, hát aha. ezek női valamik. Hú, én már látom. Nem, meséld el. Na, szerinted mi ez? Benyúlsz a szekrénybe, és ez akad a kezedbe. Aha, ez úgy néz ki, mint egy pezsgős pohár, de talp nélkül, és ugye átjárható ez a dolog. Ez egy egészségügyi ilyen belső mosóeszköz. Mosóeszköz? Igen. Mosó? Mi? Te tudod mi? Nem. Na, hát akkor meg... Intim tölcsér. Hát az. Na, de mire van az intim hát tölcsér? Hát egészségügyi... Nem mosunk se vele semmit. Nem. Összegyűjtünk vele valamit. Micsoda? Jó, oké, következő. Hát nem akarom tudni. Nem, van egy ilyen, amit nem utána. Akarunk tudni a nőkről. De ez valami, hogy pervers fagyizó. Googlizzátok ki. Intim tölcsér. Na, következő. Leszettem? Női játszmák? Vagy micsoda? Ez a franc volt. Töltött kürtős. Nem, ez az ötös volt. Ötös. Nem volt meg. Aha, de ezt pisillésre használod? Bocsánat. Nem. Ez a, jó, nem a betét akarom. Volt az először, utána jött a tampon, és ez most a harmadik. Ott a jó. A nagy újdonság. Női játszmák 3000. Női játszmák 3000. Sose tudjuk megélni. Aha, annyi baj legyen. Az asszony csinos ruhában virít. Azt mondja, megvan már 3 éve, volt is már rajta, csak te nem emlékszel rá, mert sose figyelsz rá. De ott lóg a nyakában az árcédula. Mit teszel? Megnézem, hogy mennyi volt akkor. és nagyon csúnya beszólsz. Valószínűleg összetörte a kocsit. Ha az ácédula még ott van, és megvan esetleg a számla, vissza. Hogyha hibátlan, akkor esetleg visszakapjuk érte a pénzt. Hát semmi. Nem szólsz. Semmi? Extra, nem törgöd az óra. Nem, hát legfélemünk a karácsonyra semmit. Jó. Jani, visszaszalad a boltba hangfalér. Aha, így van. Jó, Istenem, most megszózom kettővel, és annyira veszek magának valamit. Én elfogadom, oké, rendben. Nagy tapsok! Megérdemli! Ováció! Intim tölcsér! Nem a női játszmák! Azzal is kiegyezek!
Kijön én. Még igen. Na, még egy utolsó kört gyorsan. Jó, figyelj, miben van 5000-es? Aha. Mindenbe. Ja, mindenbe. Szeresd a testem 5000-ért. Okay. Úgy döntöttem. 21-re lapon. Nem egyszerű. Mit jelent ez? PSM kifejezés. A P az a pre szót jelenti. Pre-SM. Szadomazó előtt. Nem? Á, pedig jó. PSM. Ez valami, csak valami késő délután. Mivel a nők 75%-át érinti, ezért valószínű, hogy te is szenvedtél már miatta. De hát ez a nőket érinti, nem? Igen, de a férfiak... Vásárlási mánia? Nem. Ez vastag Csaba? Nem is lesz meg. Szexuális. Jó, meg lesz meg. Vastag Csaba, igen, az nem 75, az 95%. Én azt hittem, hogy... Igen, kérlek szépen, ez a orgazmusra nem képtelenség. Igen, orgazmusra képtelenség. Nem, nem. Na. Ez a premenstruációs szindróma. A menszesz előtti tünet együttes, amikor fáj a nők feje és hisztériások. Nagyon szépen buktad el a 7000-re, de 2000, Tombi. Nem már! Aj, de jó, jó lett volna, de mi? Női játszmák 5000, kérem! Mi már olyan régóta vagyunk együtt, hogy már néha nekem is fáj a fejem. Amiben lehet valamit pillantani. Van ám, és nő. Vacsora készítés közben a párod hanyagul odaveti. Édesem, anyámnál felújítják a konyhát, átköltözne hozzánk néhány hétre, ugye nem gond? Hát sőt, nagy szeretettel várom a mamát, mert az én nálatok a mama rendben van. Gyönyörűen iszik, tehát tudnánk egy pálinkát. Jöjjön, anyuka, várom szeretettel. Szerencsét lehet az szerencsé, hogy azért a Feri tudna hova menni ennyi. Egy ilyen szituációban hogyan szereled le finoman? Hát, ha nem olyan a nexus, ha kedvesen, ha ezt a kedvesen, akkor megmondod, ide ne jöjjön a büdös banya, de egyébként meg a mamának azt mondod, hogy mi is költözünk, anyuka. Vagy nem tudom, mi is festünk. Van hát egy szoba, de mi tovább megyünk. Hogy egy villanypásztor mindig remek megoldás. Jani, utolsó kérdés. Na, azt mondja, hogy legyen bátor leszek, női cuccok, ez meg mi a franc 4000. Oké. Okay. Mondom, mutatom. Várjál csak. Nehogy töltsér legyen ez is, vagy nem tudom. Intim töltsér. Annyi töltsér nincsen. Soha nem fogom feldolgozni. Na, kíváncsi leszek, mi ez. Ez fú, de nem néz ki rossz. Járnak a lányok praktikerbe. Egy azt a mindenit. Egy irgalmatlan tápegység fölött valami szerkezet, vagy nem tudom, ez egy agregátor. Kompresszoros hüvelymosó. Nem tudom. Azaz! Kompresszoros hüvelymosó? Aha. Nem áll. Várjál. Hogy lenne ez már? Ez egy elektromos mellszívó. Ja, basszus! Hát ezt egy ismeri, használja. Ezt akartam mondani, de ilyet mi ebben a kiszerelésben nem láttam. Ez meg, hát ez iparinak tűnik. Hát ez ipari, ezt ilyet kölcsönözni lehet, mert van egyébként a kézi, amit lehet pumpálni, de ez rendes. Azt rácuppantod, azt szívja. Ipari mellszívó, gyerekek. Mire kell ipari? Hát a robot sok tejre. Attól több tej lesz, hogy erősebben szívja. Hát, vagy valakinek nagyobb nyomás kell, vagy szívás. Na, megint tanultál valamit. Zseniális. Gyerekek, látszik, hogy nem vagyok apa. 4000. Na hát akkor mondom, Dombi 2000, Jani 2000. Hát én biztos, hogy mínuszban vagyok szerintem. Nem, plusz 2000. Hát most buktam el mondjuk 4000-re. Igen, de 6000-ed volt. Tényleg? 2000 és Feri bácsi 5500. Én csak az anyósomnak köszönhetem ezt az 5000 fontot. Júli, köszönjük szépen, tanulságos volt. De gyakorlatilag időt, hogy alig tudunk rólatok valamit, de nagyon hiszünk bennetek. Ugye? Kíváncsi lettem volna még a többi válaszra is, ott érdekes dolgok születtek. Ebben volt meló, Júli. A holnapi adásmenetben is legalább ennyit. Jókra, hajrá! És aki tudja, mit jelent az intim töltsér, vagy pontosan mire használják, az küldje az ideális férjelölt.gmail.com-ra. Ez viszont jó. Júli, egy hét múlva találkozunk, pontosan 9:30 van, úgyhogy jövünk a játékkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zsú, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Te egy 5 gyermekes anyuka vagy ezzel a hanggal? Igen. Hát egy tündércuki, ilyen 22-t hallottam volna elsőre. A tündércuki az meg is van, de akkor a 22 az nem igaz. Hogy jönnek a gyerekek? Milyen korosztály van? Hát van egy 12 évesem, aki fiú. Van 2 10 éves lányom, meg van 2 4 éves kisfiam. Kétszer ikrek? Igen. Mondd, hogy az igen. Fia, amikor szuper. Az első ikerpáros megszületett, és volt 3 gyereketek, akkor mi motivált még? Hát én az akkori férjemmel elváltam. Ja, és akkor új. Ja, igen. Aha, értem, és akkor ott is szeretetek volna gyereket, és így iker. De akkor ez a te, az anyai ágon is öröklődik ez a dolog? Ez női gén, igen. Női gén. Mi családunknak több, mint valószínű családi ökörsége, úgymond. Aha. Ez tök jó. Dombikám, 5 gyerek. Az zseniális. És mindössze hány nekifutásból, ugye?
Alig, így kell csinálni, tudod, gyorsan letudni, nem kell itt az ötször szülni. Nagyon jó, és egyáltalán nem tudni, megtörtnek, meggyötörnek a hangot. Ez a mottom. Nagyon, nagyon szép meseolvasó hangod van. Szoktál mesét olvasni? Igen, sokat. Minden este legalább kétszer. Van ideje gyakorolni. Zsú, már is jönnek a kérdések. Jani mondja ezeket. Ugye az első az egy úgynevezett passztartóért. Van egy ilyen nyakbaakasztó szerkezet. Rá lehet tenni kulcsot, rá lehet tenni bármit. Ne kapkodj egy picit, hogy az rajta lesz időd elég szerintem. Melyik században zajlott a waterloo-i csata? Húha. Mondtam én. Melyik században? 17. Én csak izgulni tudok érted. Nem, a 17. akkor ugye az 1600-as évek lennének, nem? Ez 19. 19. Á, de hogy is. Nem, nem 19. század. Ajajajajajajajaj. Hát ezt sajnálom. Jó, ne áruld el a srácoknak, hogy nincs aji. Jó? Jó, oké. Úgy kintenek most meg itt van. Rendben, köszönjük szépen. Én köszönöm. Szia. Mondtam, hogy nehéz lesz, látod? Hát kell, tudni kell, egyrészt tudni kell, ugye, hogy mikor volt, aztán pedig még egyet ugye hozzáadni, hogy a század is meglegyen, mindegy, maradt két kérdés. Na, hát, nincs ideje felkészülni, ott az egy gyerek. Nehéz, amit nem tudsz. Mondjuk ez is igaz. Hamarosan jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 5 perc múlva lesz 3:40. Erre a 20 percre még megadunk minden lehetőséget Dombinak, hogy tovább fényezze saját zenekarát. A Popmasters zenekarra gondolsz? Azért mondom ezt, mert ugye az ismétlés következik most, és hát gyakorlatilag a zenei karriered elindításának mérföldköve szerintem a mai nap. Igen, mindenféleképpen, de már is tényleg, még mielőtt bárki vérbe mártaná a klaviatúráját, tehát szeretném leszögezni, hogy bármennyire is komolyan adtam elő, természetesen csak egy viccről van szó. Egy profi, de meglátjuk. Egy profi viccről, a zenét és a masteringet pedig hagyj köszönjem meg Sean Derin és Brick Lake kollégáimnak. Sean Derin és Brick Lake? Így van. Nagyon jó. Akik egyébként remek dalokat gyártottak már, ti is játsszátok őket. Aha. Ezt megcsinálták és azt mondták, hogy hát hajrá. Aha. Igen. Köszönjük szépen nekik. De a dal itt is remek, az énekkel van. Igen, sajnos mindig, hogyha, tehát általában addig jó van, amíg oda nem állok. Azt én is észrevettem. Ez az előadó művészetben ez nem annyira előnyös. De hát legrosszabb esetben megyek vissza a húsiparba. Stylist szereztünk neked, énektanár szereztünk, és egy igazi mentort. Nagyon örültem neki, tehát és láttam, hogy a gépezet, a marketing struktúra, ha így elindul, akkor gyakorlatilag bármi lehet. Tehát akár egy Bódi Guszt és Fekete Szemek előtt is fel tudnék már most lépni. Lajos Mizsa alsóm. Uh-huh. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc múlva lesz 10 óra. Most akkor nem lesz Dombi művek album. Már rendelni akartam, írja a hallgató. Látod, Dombi? Figyelj, ez a népszerűség. Én neked legyártam egy példányba is. És újraírhatóra. A újraírhatóra, hát ez egy nagy vívmányom, igen. Sofroni bevezető 84-es három autó koccant, ez most történt, írja Balázs. M7-es elég jól járható, majd a hétvégére lesz tumultus. Ezt egy tűzfarkú Pokémon írta nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon jó. Tényleg lett azért már baleset, hogy valaki Pokémont látott mondjuk a belső sávban? Nem láttad azt a videót? De most halál komolyan kérdezem, volt erre hivatkozás, hogy helyszínenéléskor mondja a rendőrnek, hogy mi történt? Azt mondja, ott volt egy 3000-es Pikachu a belső sávban. Voltak már belőle sérülések, elég komoly balesetek volt, állítólag már aki bele is halt így a Pokémon keresgélésbe, úgyhogy nem veszélytelen játék. Hát de legalább kimozdított minket a négy fal között. Otthon semmi bajunk nem lett volna, igen. Hát egyébként az egy vicc, hogy ezzel magyarázzák az emberek a pokémonozást, hogy milyen jó, mert egyébként kint vagy a szabadba. Hát, ki lehet menni másképp is. Persze, de úgy meg nem akar kimenni a gyerek. Meg nem. Most már végképp nem lehet leválasztani az embereket, az erre fogékony embereket a telefonjukról. Láttatok? Hát ez ilyen modern Walking Dead. Tehát lefele nézve bandukolnak az utcán. Így van. Összeverődnek, és hány ilyen balhé volt már? Régen ezt 10 éve játszottuk csajjal, meg sörrel, hogy azt a Pokémont én láttam meg először. Tud, hány ilyen konfliktus indul így? Hát figyelj, nézd végig egy metró szerelvényen, amikor itt mész így hazafelé, hogy hány embernek a kezében van ott a telefon. És mondjuk hány embernek a kezében van könyv, vagy mondjuk nem valamilyen, itt tudom én, elektronikus formában, de hogy senki más, csak a telefon. Köztük ott vagyok én is. Igen, én is, és nem szeretem, hogy a kávéház is mindenki wifizik, mert így nekem nem jut, nekem lassan. Hívjuk fel a nap hallgatóját. Hozzá hallgatni. Hát akkor megérdemli. Remélem. Persze. Morning Show? Igen! Picit halkizsa a rádiót, Léci. Mosó? Nagyon jó, meg mondj egy keresztnevet nekünk. Péti.
BC, amikor meghallottad ugye az ismétlésben a dalt, amelyet hát Dombi jegyez, csak ennyit írtál. Amanda Lear újra él. Köszönöm, hogy egy kétes identitású nőhöz lettem hasonlítva. Ez egy jó indítás. De hangban azért jó volt. Figyelj, két dolgot tudunk adni neked. Egyrészt ugye adjuk a Morning Show-s ajándékcsomagot, másrészt én most megígérem, hogy ha ebből valaha lemez lesz, az első frissen kinyomtatott példány dedikálva a tiéd lesz, jó? Oké, okay, köszönöm. Bizony, és a magára az adatrétegre írok, hogy ne lesse lejátszani. Ez soha többet. Okay. Köszönjük szépen, szép napot neked, szevasz, gratulálunk. Hello. Hello, hello. Dombi, köszönjük neked is, hogy jöttél, számítunk rád majd legközelebb is. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt láttam, és remélhetőleg következőleg új dalok. De szép, senki ne jegyen meg tőlem. Elkezd bombázni bennünket mostantól SMS-re, hogy srácok, kész az új album, mikor jöhetek be bemutatni. Nem lesz ilyen, nem lesz ilyen, de annak örülök, hogy azért előbb játszátok az én dalomat, mint Majkáit. Persze, ez most egy ős bemutató volt, nem? Már játszottunk Majkát. Igen, ránk a ne múlt héten, képzeld el, két hete talán. A francba! Az volt a célkitűzésem, hogy őt megelőzöm a Klasszefemen. Na jó, így is jó. Azért Majka mögött másodiknak lenni tökéletes. Ez nem sikerült most, de majd valamit más kitalálsz. Holnap jövünk még, és lesz egy újabb vendégünk. Bizony. Nem is mondunk róla semmit, legyen ő reggeli meglepetés, 7-kor kiderül, de 6-kor már várunk benneteket. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Sziasztok! Szia, Dombi, sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli.